És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Hello, Clooney! Hello, Feri! Sziasztok! Jó reggelt! Jaj, jó drágáim! Reggelt. Hát figyeljetek, ha ezt tudnátok, ezt az érzést, és nem is fogjátok megtudni sajnos, mert mikor ti hazajöttök a kis ideiglenes kinti stúdiónkban, bár nem lesz senki, én itt ülök már bent, és látom azt a gyönyörű kis hotelszobát, amiből kialakítottuk ugye a mi stúdiónkat, és tudjátok, hogy elfogott a honvágy, de arra felé. Ugye? Hogy én ott ugye? Akarok, hogy... ott szeretnék ülni veletek. Sose gondoltad volna, hogy visszasírod, mi? Hát nem, egy hónapig volt, hogy miért kell jönni, meg jaj, meg így, meg úgy, aztán most meg már látod a kis szobánkat, nem sokára megyünk el reggelizni, esik az eső, hideg van. Az nem hiányzik. Tegnap gyönyörű idő volt, most viszont tényleg arra keltünk, hogy már megint beborult, pedig tegnap előtt csodaszép idő volt. Majd ki fog az világosodni. Ezzel ellentétben el tudom nektek mondani, hogy itt annyira jó idő volt tegnap, olyan gyönyörű kiránduló idő, és reméljük, hogy ez ma is így lesz, hogy emiatt viszont irigykedhettek. Fölmelegedett a tej, János? Ó, persze, egy kis kókuszos bioris tejjel mulatom itt az időt, elkészítem a kis zabot, stb. Érdekes egyébként, hogy állandóan flamósak vagyunk. Tehát, hogy tényleg állandóan az evésre jár az eszünk. Hát, na jó, hát Balázsnak nem mindig, de nekem igen. Én következő történik, tehát ember, én mindenkinek mondom, de tehát ember ennyit evésről nem beszél, és kajákról, mint a Jani, ez döbbenetes. Kettőkor mondtam neki, hogy egyen egy kis répatortát, mondja, hogy nem eszik, mert vacsora lesz majd este 6-kor. De mondom, Jani, ez 4 óra, nem, egyél egy répatort, nem, mert ő már készül a vacsorára, 6-kor kiderült, hogy rossz a vacsora, akkor az nem volt jó, akkor készült az esti vacsorára, bukta a répatortát, bukta az esti vacsorát, mindig készül valami másra, délben már a vacsorájára az esze, reggelinél arról beszél, hogy mi lesz az ebéd, kettő étkezés között, hogy milyen csoki tortát hol fog megenni. Szóval, az Európában, srácok, ha Nelspruitba jártok, akkor érted, már meg is büntethetnek érte a máram, ez reklám. Gyertek az Európába, Dél-Afrikába, azt szoktam csinálni, hogy bemegyek ugye a gyorsétterembe, abba a gyorsétterembe, ami nálunk is van egyébként, de nálunk nem lehet kapni vegetáriánus hamburgert, meg vegetáriánus menüt, itt lehet. Megveszem a kis menümet. 3 napja ezt hallgatom. Betolom, utána átmegyek az Európába, ott veszek egy csoki tortát, adok 10 rand. Mert megérdemlik. Betolom a kis csokitortámat, és ki a legboldogabb ember a világon? Neki. Három nappal ezelőtt elmentünk a Mekibe, kimondom, hát mindegy, ez egy itteni dolog, ott is van, mindegy, nem, ettől nem fognak többen menni, mert egy vega menü egyébként ott nincsen, és éjjel egykor, én meglehetősen nyomorúságos módon, vagy éjfélkor, ettünk egy ilyen gyorséttermi kaját, nyomorultul az autóban, mert ugye zárva volt már minden. 3 napja ezt hallgatom, mint egy újszülött, érted, aki még soha nem volt gyorsétteremben, hogy az a gyorsétterem, és hogy az a hamburger, és az a sült krumpli. Mondom, Jani, hát azért voltál már egy párszor gyorsétteremben, és 3 napja ezt meséli mindenkinek, Krisztus átment a vizen, tudod, és látták apostolok, hogy vizen járt, vagy repült. Vannak ilyen céges kis autóink. És ettünk, és képzeljétek el, és ettünk, és tudod, kicsit mindenki úgy nézi, aha, hát ez jó, de hát azért ez már... De otthon is van. Aha. Igen, 3 napja ez van. Most így nagyon jó volt. Újra elviszem, hát ha ki tudom belőle ütni az előző élményt. Akkora érzés volt. Figyelj, ott ültünk a kis autóban, kapunk ilyen céges kis autókat, ilyen egészen picik. Gyakorlatilag 4 olyan ember ül az autóban, akik közül az utolsó viszonylag frissnek mondható élménye az ilyen típusú autókkal kapcsolatban, az az enyém. Ott ülünk a tök üres parkolóban, hajnalban, 4 ember, ebből 3 full depressziós, hogy miért kell neki gyorsételmi kaját enni, a negyedik pedig, hurrá, végre, gyorsételmi kaja, végre egy kis vegaszendvics, jó, de finom, adsz még nekem, jó, de jó ez a mártogató, ú, a tiéd, halapenyós, Istenem, de boldog vagyok. És ez volt, tényleg. Nagyon kevésnek, komolyan. Nagyon kevésnek tudsz te örülni, de igen, az annak intenzíven. Igen. És akkor ma megint bementek? Évfél után?
De nézd, hát én ezt nem hallgatom megint egy hétig, hogy milyen jó volt a gyorsétterem. Nézd a jó oldalát. Mintha nem is tudom, hol kajáltunk volna, tényleg. Nem, mintha valami, nem tudom, az Interkontinentálnak az alján valamilyen Masterchef csinált volna. Egy sok csillagosba. Ú, de jó volt, és volt hozzá jalapeño szósz, tudod, éjjel egykor kicsit álmosan fázva egy ilyen szakadt mekibe, ott tudod, a üres parkolóban. És ezt tudod még überelni is, Balázs, hogyha te fizeted a Jani menüjét, akkor az tripla boldogság lesz. Így is akkora boldogság volt, hogy igen, és most jön, hogy most zab, aztán menjünk le reggelizni, aztán jaj, de kíváncsi vagyok, mi lesz az ebéd. Ebédnél már azért nem eszünk sok ebédet, mert hiszen jön a vacsora, és kettő között azért vigyünk valami süteményt és kekszet, hiszen nehogy ilyen halljunk a dzsungelben. Úgyhogy a Janinál nem is tudom, van-e egy más ember, aki jobban evészcentrikus. Fiatal, fejlődő szervezet, muszáj nekik kell. Ez igaz. Él még bennem a remény, hogy növök. Kell toldi az utánpótlást. Mit csináltatok a hétvégén? Volt egy kis kirándulás? Rengeteg szabadidőtök volt, nem kellett fölkelni korán hajnalban. Kérek szépen, én annyira kiütöttem magam, hogy kettőig aludtam mind a két nap. Már hogy ennyire fáradt voltam, mert nagyon nem volt, hogy kiütni magam. Kettőig aludtam szombaton, és azt hiszem 12:30 vagy 12:30 aludtam vasárnap. Tehát, tényleg így volt egyébként. Nagyon kiraktam a nezavarjanak táblát, Janival megbeszéltük, hogy délelőtt elmenjünk edzeni, erre van szombaton 1:30-kor. Én csak így jöttem, mentem, hát ugye a két étkezés között egy kicsit mozogtam is természetesen, és akkor kijöttem a szobából, elmentem reggelizni, látom, kim van a tábla. Visszajöttem reggeléből, látom, kim van a tábla. Átöltöztem sportoláshoz, látom, kim van a tábla. Elmentem sportolni, visszajöttem, látom, kim van a tábla. Utána elmentem megint enni, akkor láttam, amikor visszajöttem, megint kim van a tábla. Gondoltam, elugrok ide a hipermarketbe, hiszen előszeretettel járkálok oda gyakorlatilag nézelődni, és megvizsgálni a termékpalettát, visszajövök, látom, kim van a tábla. Tehát, hogy a Balázs gyakorlatilag, ha lehet ilyet mondani, 24 óra alatt 26-ot alud. Elmentél adást csinálni, kim van a tábla. Igen. Meg hát mi volt szombat? Hát szombat. Volt, azért azt mondjuk el, hogy voltunk egy echte helyi szórakozó helyen, ahol... Ez melyik nap volt? A szombat este volt. Nem tudom, két alvás között elugrottál. Szombat este voltunk egy ilyen kis mini stábulin. Igen. Azért az jó volt. Hát az nagyon érdekes volt, azért fura, amikor az ember kisebbségben van, szóval bemész egy olyan helyre, mintha New Orleans-ban egy ilyen hihetetlen, egy ilyen blues bárban, körülbelül, tehát 500 fekete, és hát bemész így fehérként, ugye, és hát hülyén érzed magad, mert nem tudod, hogy mi lesz bent, egy darab fehér ilyen nem New volt. Jack City volt az ilyen. Egész, hogy bementünk, és akkor mindenki kivétel nélkül fekete volt, mindenki egyébként rettenetesen jól felöltözve, mondjuk ez hozzám képest nem nagy teljesítmény, de még a helyi úgymond fehér kolóniához képest is rettenetesen jól voltak felöltözködve. Valószínűleg ők egy ilyen helyi felső 10 000 lehetett, vagy valami hasonló, de mindenki rettenetesen jól nézett ki, mindenki nagyon-nagyon más volt, mint mi, és mindenki nagyon nézett minket, mert hogy elmondásuk szerint ide nem nagyon szoktak bejönni a hozzánk tartozók, vagy a hozzánk hasonlók. Mi nagyon bátrak voltunk, mondjuk a sapkámat ezt le kellett tennem, tehát hogy voltak ilyen öltözködési szabályok. De mi szólt a biztonsági őr, hogy persze, hogy nem lehet, igen, hogy van dresscode, hogy melegítő alsóba, hogy nem lehet bejönni. Na, ezt akartam kérdezni, hogy akkor viszont hogy jutottál be, igen, a dresscode. És mi volt ez, diszkó vagy zenés szórakozó hely? Nem, ez egy ilyen bárszerűség, pulttal, kis tánctérrel, de nem diszkószámok szóltak, hanem ilyen régi, ilyen jazz, blues dalok, meg olyan érdekes kis hely volt. Balázsnak tényleg közelharcot kellett folytatni azért, hogy berakjanak végre egy normális Village People-t. Amire táncolhatott. amire végre roppantam. Kis erkéllyel, kint ilyen bőrfoteles kis dohányzó részleggel kint. De nagyon fura érzés, hogy van, mit tudom én, 200 fekete, volt. És van mit tudom, 10 fehér, és az a 10 fehér nem mer elmozdulni egymás mellől, mert fél, hogy mi lesz, ha bemegy a budiba. Aztán mi ott elkezdtünk egy kicsit jönni-menni, de egyébként nagyon barátságosak, meg nagyon normálisak voltak, úgyhogy ott voltunk. Egyébként egy órát más felett, nem sokat. Egy teljesen frankó dolgot elmondok, azért az tényleg vicces volt, és azért jellemzi az egész szituációt. Állunk a pultnál, odajött egy helyi srác, aki rettenetesen Brunónak hívják, rettenetesen barátságos volt, odajött hozzá haverkodni. Így van, egy fekete fiúról van szó. Odajött barátkozni, nálunk, és mi volt az egyik első mondat, amit elmondott? Pontosan a kifejezésre nem nagyon emlékszem, de gyakorlatilag arról szólt a történet,
hogy ki a legjobban öltözött a társaságban. Balázs. De most komolyan. Oda jött, és ez volt a szinte az első. Ez volt az első. Ránézett, és ugye megint a hogy hívják közül volt a, tudod, a kinyúlt hogy hívják női cuccai közül, meg a Lukas farmája közül, amiket mi nem tudunk értelmezni, hiszen még előttünk jár a divatban 12 évvel. És oda jött, és hát ez volt az első. Ez volt az első, hogy, hogy rajta látszik. Aha, igen, hogy rajta látszik. Jöttünk, és hogy én is, hogy én ezt nem is hallottam, csak a Jani, meg a Kristóf, meg a pára mondták, hogy a srác megjegyezte, hogy egyébként, hogy milyen jól vagyok fölöltözve, és hogy neki ez mennyire tetszik. Nem tudtam, hogy most ennek örüljek, boknak vegyem, vagy ebben lesz a folytatása. Figyelj, hát jó, engem nem nagyon tudod megdicsérni, hiszen én bakancsban voltam, terepnadrágban, és nem tudom, ilyen, aztán valamilyen, hogyha polár felsőbe voltam. Úgyhogy mondtam is neki, hogy helyre tegyem a dolgokat, hogy Balázsra mutattam, és akkor mondtam, hogy ezért, hogy famous, famous Hungarian televízió sztár. DJ, I am driver. És akkor így helyre is állt a világrendje. Szóval akkor nagyon szórakoztatok. Jó volt. Hát jó volt. Valahova végre legalább egy kicsit kimozdultunk. Most 3 nap van még, és tulajdonképpen vége. Úgyhogy most elszabadulunk. Hát az első etapnak. Az első etapnak is most megy a tervezés, hogy ki hova lő ki innen egy kicsit, mert hogy csütörtöktől vasárnapig úgy néz ki, hogy szabadság van, és végre elhagyhatjuk ezt a helyet 2,5 hét után, vagy 3 hét után látunk majd mást, ami már nem lesz egyébként rossz. Úgyhogy most erős tervezés megy. Bizony, ki merre megy. Fel tudjuk venni azokat a fonalakat. Nyilván a csütörtöket végig fogjátok alud. Bocsánat, meg... Igen, hát persze, biztos, mindenképpen. Biztos, meg fel tudjuk hívni azokat a telefonszámokat, amiket kaptunk a szórakozó helyen, mert egyébként az is hozzátartozik még a sztorihoz, hogy a lányok is nagyon barátságosak, csak hát azok a lányok barátságosak. Nagyon, akik úgy néznek ki, mint egy személyben, mint a padödő. De figyeljetek, azt a kényszeredettséget, hogyha látnátok, amikor például az egyik stábhoz oda megy egy ilyen, hát kicsit, hogy is mondjam, csak hát erőteljesen testalkatos kövér. És nagyon barátságos. 150 kilós fekete nő. Így van, de annyira barátságos, hogy majdnem az öléből az egyik stábtagunknak, és látszik, hogy a srácnak már masszírozni kell majd este Richtofittal az arcizmait, mert annyira kényszeretlen mosolyog, hogy begörcsöl az arca, és tudod, próbál meg nem elutasító lenni, mert hát, ha valakinek a valaki, de hogy elképesztő jó fej. Ők azok, tehát, akik pénzért szeretik az embert? Nem, ott sajnos én ott őszinte szeretetet láttam, de olyan elsöprő erejűt, lendületűt és súlyút, hogy... Igen, de az a típus, hogy vagy megdugod, vagy megvered. Hát, hogy... De nincs menekvés. Nincs, akire az rámegy, figyelj. Így van. A combjai közé vesz. De mindenképpen dupla combgyaktörés a vége. Igen, feltör, mint egy ilyen kis diót, érted? Összeroppant a combjai között. Igen, hát volt egy kép vastagérfi. Igen, volt egy kép. Nem tudják, hogy hol van Magyarország. Bruno például, a mi haverunk végig azt erőltette, hogy mi grúzok vagyunk. Hát neki úgy tűnt. Azt mondta, Georgia, tudod, így mondta, Georgia, nem, Hungary. Nem tudták, hogy hol vagyunk, mondjuk, hát mi se tudjuk az összes afrikai országot így azonnal rárakni a térképre fővárossal együtt, de hogy cserébe neki se volt. Fogalma nem volt, hogy hol vagyunk. Még Európát úgy nagyjából tudta, de hogy mi, hát az nagyon-nagyon nem. A Brunóval való barátság hova futhat ki? Most mit prognosztizáltok? Vagy levált rólatok teljesen a Bruno, vagy esetleg ez a 4 napos kirándulás vele együtt fog majd zajlani? Hát mivel nem ismerjük meg, amikor legközelebb találkozunk vele. Nagyon hasonlított a többi. Nehéz. De Bruno nagyon jött, végig ott nagyon. Jött, már végén kicsit nyomasztó is volt, igen. Mert ez a hi man, how you doing, hi man, tudod, ezt nyomják végig, igen. Mindenki Feri, hi man, mindenki Feri, how you doing, és mindenki. El nem tudod képzelni, hogy mennyire, mekkora teher nekem Balázs jól öltözöttsége. Tudod, annyira vonzat tekintetet, mindenki oda akar jönni, haverkodni, érted, barátkozni, megkérdezni, hogy ez mi rajta, az mi rajta, ezt miért, azt miért. Nehéz ez nekem. Kitörő, Bruno ott volt velünk véges, de a vége már kicsit menekülnünk kellett, mert Bruno belénk szeretett konkrétan, tehát hogy ott át, hogy kimentünk az erkére, jött utánunk, visszamentünk, jött utánunk, én nem tudom, lehet, hogy esetleg Bruno picit máshogy értékelte ezt az ismerkedést, és többet látott ebben. Nem láttam nővel mozogni, tehát lehet, hogy Bruno egyébként. Ó, én erre nem is gondoltam. Nekem már a végén eszembe jutott, mikor 26-szor ölelgetett, hogy hi man, how you doing, meg uh-huh. Mondom, értem, meg jó, meg nagy barátok vagyunk, hagyj igyak már valamit nélkül. Most már nem bánom a polárt. Engedd már el. Hagyjál már egy kicsit, tehát Bruno egy picit túlvezérelt volt. Aztán valahogy leráztuk, de egyébként mi is eljöttünk aztán, tehát egy órát voltunk ott, vagy másfele, tehát nem volt olyan jó. Azért az a hely, de Bruno még lehet, hogy most is ott van. Szerintem vár téged. És vár, ja, igen. Hogy hol vagyunk. Hát, ha visszajön az a szép magyar fiú.
Igen, hát most szerintem már csak a legvégén megyünk majd, amikor vége az egésznek, mert most ugye két ünnep között, én így hívom, két ünnep között ugye elutazunk, és... Várj, a két ünnep az október 23-a és a második etap kezdete. És a második etap, a két ünnep között mi elmegyünk, egy kicsit elhagyjuk valamerre le az óceához, vagy valahova, el szeretnénk menni. Úgyhogy szerintem Brunóval majd csak a legvégén találkozunk. De most már vannak nagyon jó tippjeink, hogy hova menjünk. Van a közelben például egy elefánt simogató, ahol el tudunk menni, ott olyan elefántok vannak, amiket konkrétan lehet ölelgetni, lehet őket megkérni erre, arra, egy csomó szót tudnak. Mondani elefántul, is? Magyarul nem. Mondani nem, de hogy tökre szót fogadnak, illetve van felé egy olyan hely, amit most a közelében fogunk meglátogatni valamelyik adás végén majd Balival, ahol ki lehet próbálni az ilyen völgyhintát, ami nálunk is van a Mátrában, csak egy picit nagyobb, mert itt egy 200 méteres szabadesés után lehet gyakorlatilag megpróbálni bent tartani a reggelit. De beülsz egy ilyen kis beülőbe, ahol elrövök az egyik oldal. Nagyon jó. Nem, leesel hátrafelé. Ilyen bungee jumping olyan, és aztán amikor megtart a kötél, akkor még így balra-jobbra lógsz, és egy ilyen, van egy ilyen szabad esés benne. Tehát fél bungee jumping, fél hinta. Ja, ha több király, majd meséltek, ez nem baj, hogy nekem nem volt meg. Én ennélkül tudok élni. Illetve találtam egy olyan csokoládé tortát, megőrülök. Feri, nem fogod elhinni, basszus. Pont az Európa mellett, jobb kész felül, ha erre jársz. Nem lehet ennyi evéssel foglalkozni. Na, igen, viszont két ünnep között úgy néz ki, hogy le tudunk menni majd az Indiai Óceánhoz, tehát azért az nem rossz. Én legalábbis ezt tervezem. Kézzel, de itt van Dél-Afrika egyik legjobb merülőhelye. Na, ezt nem is tudtam. Jókor derül. Csak mondom, képzeld el, hogy nagyon érdekes a hely, mindjárt mondom neked, hogy hívják. Úgy hívják, hogy Szodvána, és mindenki ide jár merülni, itt homoki tigris cápák, ördögráják, és cetszápák vannak. Aha. Állítólag, és itt van az Indiai Óceán partján. Csak egy apró dolgot hagyták ki a felsorolásból, hogy a Dél-Afrikai Köztársaság a fehér cápa populáció egyik anyahelye. Tehát, hogy csak igen, mondom, hogy azért mondani, arra hogy... figyelj oda. Ezek az állatok tényleg megtalálhatók itt a közelben, csak nagyon fontos, hogy egy nyílt sebbel menjél be a vízbe. És nagyon sokan lesznek. Szerintem az nem van, Képtánban, mert ott van a hideg víz, mert a fehér cápák ugye az Atlantiban inkább a hidegben, az Indiai Óceán 28 fokot szerintem nem. Na, azt annyira nem bírják. Egyszer megyek oda, biztos, hogy most ilyenkor lesz itt. Soha nem volt itt. Soha büdös életben nem volt itt még fehér cápa. Csak most, hogy az a kis ember bement. És hogy elragadta azt a kis kedves hírt? Hogy integet, de aranyos. Hogy elvitte. Na jó, hogy állunk játékkal? Hát egy-egy, hogyha a heteket nézzük, tehát egy hét van nekünk Afrikában, egy hét van nekünk Magyarországon, én most már mondhatom mind a kettőt, mert most már a hazai csapatot erősítem, úgyhogy a múlt hetet az 3-2-re buktuk el. Jól van. Na, hallottam, mi történt hétvégén, és nagyon sokan kérdezik, látom SMS-ben, hogy azért erre nagyon sokan kíváncsiak, de direkt nem beszéltünk erről, hogy majd 7 óra után, amikor már hallgatóink nagy része fent van, hogy hallom, csak egy mondatban felvezetve majd a 7 óra utáni igen. dolgokat, hogy egészen jól sikerült ez a Feri egy leszállás. Halljuk, hogy vizsgálati szakaszban vagy. Ne, azt kérdezd meg előbb, hogy miért vezetek állva műsort. Igen, hogy miért nem ülsz le? Miért nem ülsz le? Hogy tényleg, de fura. Csak egy mondat erejéig, hogy jól hallottam, hogy ott voltak? Vártak. Több szakaszban. Na, ezt fogjuk 7 óra után meghallgatni. Ugye a kis barátaink vették a lapot, és tudták, hogy szombaton a kairói repülőjárat érkezik, és ott voltak. Na jó van, elmeséled akkor majd hét után, hogy mi volt. Nagyon sokan kérdezik már. Ülni tudsz? Ja, mondom, hogy állva vezetek műsort, és az a helyzet, hogy gyerekek, nem csak egy egyszerű ellenőrzés volt, hanem több hullámos volt a történet, úgyhogy amikor föllélegeztél, akkor jött a java. Nagyon jó. Na, 7 óra után meghallgatjuk ezt, akkor már többen hallgatnak minket, és erre nagyon sokan kíváncsiak, hogy mi volt. Nagyon sokan írják nekünk, kedves hallgatóink, hogy tegnap egy konkurens tévécsatornán megemlékeztek arról a műsorról, amiben mi is szerepelünk mostanság. Hát nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ők is úgy gondolják, hogy most ez a legfontosabb tévéműsor jelenleg, és még igen, ők is csinálják nekünk a reklámot. Köszönjük szépen nekik, nagyon aranyosak, nagyon helyesek. Nem tudjuk, kinek a fejéből származik az ötlet, de hát le a kalappal előttük. Igen, ez meglepődtem így ezen van. Én is. Mi nem láttuk, csak hallottuk, hogy a Starban Star is. Igen, hogy most ezt egy ilyen főcímmel indított, meg Attila ott dzsungeles poénokat nyomott. Köszönjük! Szeretnék benneteket! Kicsit kevesebb promót kell várni az agyacsatornán. Köszönjük a TV2-nek. Jó!
Na, azt mondja, hogy lehet jelentkezni játékra, újabb hetet indítunk. Ráadásul csonka hetünk van, mert hogy ugye hál' Isten szerda után már nem vagyunk, egy kicsit pihenünk, úgyhogy minden egyes megszerzett győzelemnek súlya van, mert összesen hármat játszunk. Az játszon, aki nagyon kipihent, és viseli a vállán azt a komoly terhet, hogyha elbukja, akkor... Hey! Akkor... Én utaztam egész hétvégén. Ja, bocsánat, csak az orrom. Illetve vegzált a NAV, úgyhogy hát igen. Ez az. Igen, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. Hát ez mekkora kamut. Itt persze van pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mit mondhat vajon itt, mi? Szerintem semmit. Semmit, mi? Semmit. Óriás halandzsa, de nagyon jó. Ő se tudja, igen. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia! Hello! Várjál! Móni, hello Móni, jó reggelt! Hát majdnem, Reni! Móni. Ja, Reni, várjál? Igen. Móni, aki Reninek álcázza magát. Most már jó helyen vagyok. Reni, hello! Sziasztok! Mit csinálsz? Reni, hol vagy? Hát én még itthon vagyok, készülök a suliba. Na, mit tanulsz? Én kozmetikusnak tanulok most, idén kezdtem. Kozmetikusnak? Az menő. De hány évig tanulja az ember? 3 évig. Három éven keresztül? Ki meddig, igen. 3 évig pattanás nyomkodtok, te jó Isten. Hát pattanás nem nyomkodunk, de... Ja. Sajnos tele van rakva mindenfélével fodrászat, körömápolás, úgyhogy nem csak pattanás nyomkodunk. Aha, ez összetettebb dolog, mint ahogy én azt így... Elsőre vizionáltam. Oké, okay, Reni, kivel szeretné játszani? Hát én úgy gondoltam, hogy veled. Na, gyönyörű jól gondolat, teszed. Gyönyörű gondolat. Jól teszed. Hát, te vagy a legkevésbé kipihent a többiek közül. Ja, ez igaz. Meg hát vele tudsz beszélni valamiről, mert velem most érted, haj meg körömápolás, hagyjál már. Igen. A pattanásokhoz is már öreg vagyok. Igen. Na jól van. Oké, Reni, meglátjuk akkor, hogy mire megyünk egymással, Jari. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek. Szeretnék kérdezni? Szeretnék. Na, kérdezzél. Hallottam, hogy az afrikaiaknak nagyon tetszett az öltözködésed. Új divatot teremtettél kint? Hát csak az egyik őjüknek igazából, de szerintem ő picit rosszul tájolta magát. Tehát később gondoltunk arra, hogy lehet, hogy ő a saját... hogy is mondja, azt most kimondhatom? A saját hát, vonzódik, azt kimondhatom? Szerintem nyugodtan. Tehát a saját neméhez vonzódik, azt kimondhatom? Uh-huh. A saját neméhez vonzódik. Kiszúrta az öltözékemet, és ott megdicsért, igen. Aztán menekültem, bejött utánam a férfi budiba. Nem is vettétek észre, kimondtam egy igen. Bizony. Annyira megdöbbet rajta ezt a sztorit, nem meséltem. Az a baj, a történet sokkolt, és ilyenkor mindig kimondok egy igent, vagy egy nemet. Szép volt, Reni! Kimondtam. Megyek vissza a Szamára. Vagy már a Szamáron se vagyok, nem tudom, hol vagyok. Mert megint hosszan beszéltél, ahelyett, hogy visszaszúrtál tudtam, volna Reninek. Ha kérdezek bele, akkor abba biztos belefut, ha magáról beszél, akkor... Az a baj, hogy... Jól látod. Az a baj, hogy felkavart az este. Nem, picit úgy érezte, hogy igen, hogy felfeküdt a bőrdíványra, és beszél a pszichológusnak az esetről. Igen, ugyanis bejött utánam a férfi budiba, és még meséltem volna, hogy mi történik, de kimondtam a tiltott szót, úgyhogy azt majd legközelebb fogom elmesélni. Jól van, Reni, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomagod, ügyi vagy. Köszönöm szépen. Nem tudok már nyerni ebben a játékban, az a helyzet, csak nagyon ritkán, és akkor is nagyon nyomorultul. Küldjük neked, jó? Köszi a játékot. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello, hello. És nagyon ügyes voltál, mert úgy dobtad föl a labdát, hogy holnap is te fogsz játszani, ugyanis a hallgatók most már kíváncsiak hogy rá, hogy mi történt a férfi budiban. Tudod? Igen, holnap folytatjuk. Igen, igen. Holnap folytatjuk. Hogy mi történt a kapellóban. Mert hogy ez a hely neve. Egyébként ez a hely neve, csak mondom. Majdnem kapella.
Miért nem vettük észre, hogy ez egy meleg hely? Tehát, hogy ez miért most jövünk erre rá, hogy bementünk, és ott volt 300 fekete férfi. Én csak barátságos, mosolygós emberekre vágytam, és ezt ott megtaláltam. Tök jó, hogy egyébként most összetéve a mozaikockákat sikerült bemennünk egy Nelspruiti meleg bárba. Szóval, hogy ez egyébként most, tényleg most esetlen nekem, hogy azért jött ide a csáló dicsérgetni minket, meg nagyon tapadt, mert szerintem ez egy meleg bár volt. Én nem értem, hogy miért volt annyi koktélernyő, meg cseresznye, meg mindenféle csüngő vacaka abban a piában, amit átküldtek az asztalunkhoz. Igen. Na mindegy. Laci, mondani akar valamit, vagy mit tornyosulót felettet? Nem tudom, itt van, nézd meg. Szerintem csak köszön nektek. Köszön nekünk. Jó van, hello Laci. Nézzünk gyorsan egy-két közlekedést, még ahogy látom, van időnk. Azt mondja, hogy a 44-es főúton lakiteleknél defektes kamion zárja le az egyik sávot. Ez preventív Rovi küldte nekünk. Köszönjük szépen. A 47-es főúton Mezőberény Debrecen felül végén rendőrök figyelnek egy Oktáviából, ráadásul egy eres Oktáviából. Ez is most jött. Új. És az M5-ös 81-es 82-es kilométerek között mérnek a rend koránkelő őrei. Ez Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jövünk vissza, és Feri elmeséli, hogy mi történt szombaton a kairói járata, hiszen rengetegen kérdezik SMS-be, mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. Direkt nem vágtunk ebbe bele 6 óra után, hogy többen halljanak minket. Láttuk, hogy a kis vazelint itt hagytad, mert keveselted, és vettél egy nagyobb. Így is van, egy üzemi méretű. Igen, egy vödör orvosi vazelint vásároltál még a reptéren a patikában, mert hogy a navosok ott voltak, állítólag kivonultak, és tártkarokkal várták Ferit és a magyar csapatot szombaton a reptéren, úgyhogy hát jövünk a részletekkel. Igen, te pedig tárt pofákkal fogadtad. Igen. Őket. Az a baj, hogy nem tárt karjaik voltak, hanem előre nyújtott kezeik, tudod, így. Mutatom. Na, ezt fogjuk meghallgatni, úgyhogy jövünk a részletekkel, 4 perc alatt pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bauni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 7 óra múlt, pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Drága hallgatók, Feri már otthon, webkamerán keresztül. Ugye, ha valaki esetleg nem tudná, Feri a stúdióban, mármint a magyarországi stúdióban, mi pedig itt. Még mindig, sőt, hát még azért elég sokáig, de már kevesebb, mint egy hónap, tehát elkezdhetjük vágni a centit. 26 vagy 28 napunk van még itt kint, Jézus. Jaj, majd mesélek nektek, hogy milyen az, amikor a család átöleli az embert, amikor kirohannak a gyerekeid a reptéren eléd, amikor átölelheted őket, amikor úgy alszotok el, hogy mesét olvasol élőben, nem a Skype-on keresztül, amikor az egész vasárnapot egy gyönyörű kirándulással töltöd a ragyogó jó időben, kézen fogva sétálsz velük. Hát ilyen ez. Itt se rossz, itt se rossz. Látom, hogy a reggelid már megvan. Úristen, úristen, Feri, ahogy ezt elmondtad, én először nem is haza fogok menni, hanem hozzátok, hogy átéljem ezt a csodálatos éjt. Kimegyek eléd, megölelgetlek. Igen, már voltam lent a kis reggeliző helyen, mindenkivel összebandáztam megint. Lent vannak a kis kedvenc szakácsaink. Figyelj, 3 hete ugyanaz a reggeli, úgyhogy nem sokat vesztesz. Uh-huh. Igazából, ha most valaki beköti a szemem, és azt mondja, hogy most menjek oda, hogy hol van a tükörtojásos békön, és hol van az ananász, akkor oda megyek. Tehát megtalálom. Semmit nem változtatnak, nem? 3 hete. Ami nyilván nagyon jól hangzik, hogy az ember ilyeneket eszik, de már le sem megyek, csak kávézom. És aztán gyorsan elmenekülök, de még mindig van bennem egy kis remény, hogy hát, ha most újítanak valamit, de nem. A biztos sem mennek. 3 hete, minden fakban mindig ugyanaz. Nem sok minden, de az ugyanaz. De jól hozzák azt. Én akármi is van, nem habozok, zabozok. Érted? A Balázs egyszer rászoktatott, én már erről nem fogok leszokni. Én imádom. Most is vettem egy kis bio kókuszos rizstejet, vettem ugye egy ilyen kis összeállítást, egy ilyen zabos összeállítást, amit meg lehet itt vásárolni. 3-4 fajta különböző íz van egy dobozban. Őrület. Gyerekek, én ezt talom reggelenként, én nagyon elégedett vagyok ezzel. Elfogyott a hazai zab? Nem, még van belőle. Azt is hoztam. Azt is hoztam, még van belőle. Mindig egy-egy kanálkával teszek csak bele. Tudod, a hazai ízek. A hazai Balázs, a magyar zabőcsék. Nagyon kérlek, Balázs, ne nézd magadnak balra. A Jani 10 perce keni a kezét. Tudom, hallod, figyelj, nem. Hallod, szóval, hogy tényleg komolyan, én kész vagyok. Hát, hogy most kinek a kedvére változol? Reggel kezet kell, utána 10-kor elmondja, hogy megy csokitortát tenni, délben elmeséli, hogy milyen volt, 2-kor újra elmegy enni valamit, 3-től 5-ig elmondja, hogy mit evett, már 5-kor készülünk teátrálisan a vacsorára,
6-kor megüljük a vacsora szeánsz, 10-kor nassolunk egy kicsit, és 10 órakor átbeszéljük, hogy vajon mi lesz a reggeli, mert már annyira várjuk. Mondom, Jani, aludjunk azért egyet előtte, nézd meg egy filmet, lazíts egy kicsit, nem, vajon Bali lesz valami, sült tojás, ilyen tojás, hát Jani, most tettünk, nem tudom, hogy lesz a reggel. Szóval egy csomó mindenről tudunk beszélgetni és, egyébként. És mindeközben Balázsnak az ajtaján fityeg a kérem neze orjanak tábla. És Medről pedig édesdett horkolás hallatszik ki a folyosóra. Annyira nem központi kérdés nálam az evés, hogy én olyan szívesen alszom át a reggelit és az ebédet, hogy 1:30-kor keltem, és gondoltam, hogy az se baj, ha nem eszem semmit, és utána délután valamikor ettem talán egy szendvicset. Tehát, hogy nekem valahogy ez nem tudom. Tehát, hogy így... Nincs túl jó idő, úgyhogy Balázs meg kicsit korábban elkezdte a téli álmot, és hogyha abból indulnánk ki, hogy, tehát, hogy itt például nem jöhet be az, hogy tudod, ez a régi, ősrégi duma, ugye a gyerekek gondolkodtak, hogy még 16-ot kell aludni, nem, Balázs addig még 78-at fog aludni. Volt egy kis alvás hiány. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon, mit írnak a mi drága hallgatóink, hogy mi történik az utakon, az autópályákon, Budapesten és szerte a nagyvárosokban. Kisebb falvakban azt mondja, hogy próbálok szemezgetni a közlekedési hírekből, elég sok van. Nem tudom, hogy ki írta, nem írta alá. A 4-es főúton a város felé Vecsésnél a lámpa előtt baleset van, a reptéről is nagyon nehezen lehet kijutni, ez ebben a pillanatban jött. Aztán az M1-jel 142-es Pest felé most állt be a trafi, ezt Lóri küldte nekünk. Köszönjük, 4-es gyorsforgalmi Vecsésnél befelé baleset, nagy a torlódás, így van, ezt az előbb mondtam. Aztán a 47-es főúton Mezőberény Debrecen felüli végén rendőrök állnak és mérnek, mindenki vigyázzon, egy Eres Oktáviát kell keresni. Lakiteleknél defektes kamion zárja el az egyik sávot, Preventív Robi üzente ezt nekünk. M7-es 45-ös kilométerénél Székesfehérvár irányába van egy trafink, csak úgy, mint az M5-ös 81-es 82-es kilométerénél, ahol is mérnek a rend korán kelő őrei, ezt pedig Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy tegnap délben Vácon voltál a Ligetnél, Feri? Így van, Barbie kérdésére a válasz. Valóban ott kirándultunk a Váci Dunaparton, meg van egy nagyon jó kis tanösvény, ezt végigmentük a kis Váci dzsungelben, úgyhogy ott voltunk egész nap, kézen fogva a családommal, érted? És ne tudod, mit tettem vasárnap délben? Húsleves. Aranyló húsleves, csigatésztával, kis húsfalackákkal, nagyon jó volt. Ó, Istenem. És megmutattad Somának a Váci fegyházat, hogyha nem jól alakulnak a dolgok. Akkor itt fogsz kikötni. Akkor a papához. Vagy igen. Igen, a Zsűl bal vesélyét odaadnám most. Aha. Egy... Zsűlből sajnos már sok minden van. Nem maradt. Igen. Na, már találtam újat. Igen, a Zsűl bal vesélyét odaadnám egy jó tányér húslevesét, és egy kéz a kézbe szaladgálsak a gyerekemmel és a családommal, akik már rettenetesen hiányoznak. Minden este már azon veszem észre magam, hogy fényképeket nézegetek a Beniről, hogy milyen volt, mikor elmentem, meg kapok ugye frisseket is. Én meg Zsülnél töltöm az időm nagy részét, és egy fekete alkoholos filccel szaggatott vonalakat rajzolok be a különböző testáikra. Próbáljátok meg aprózni. Figyelj, a kezét például három részletbe el tudod osztani. Aprózom. Egyébként szemét módon megkérdeztem, hogy mit csináltál hétvégén. Zsül, kicsit bíztam abban, hogy semmit, ültem a szobámban, tudod, ezt a választ vártam, ezt elmondta, hogy itt volt, ott volt, autót bérelt, ide ment, oda ment, hát mondom, jó, akkor neked is nagyon jó volt. Na, de hát, ami a legfontosabb, és ami most legjobban érdekli a hallgatóinkat, hogy ugye a Cairo járat szombaton megérkezett, és egy héten keresztül, hát masszívan dolgoztunk azon, hogy legyen egy kis fogadó bizottság ott a Cairo-i járaton majd, illetve nem is a járaton magán, hanem Budapesten, amikor a Cairo-i járat ugye landol Budapest felé 1-2, és hogy reméltük, hogy a navosok kivonulnak. Szépen minden apró részletet mesélj el nekünk, a leszállástól kezdve, hol vettétek észre, mit vettetek észre, mi volt az első jel, mikor szúrtak ki benneteket, mi történt? Hát nem egy kis fogadóbizottság volt, hanem három, gyerekek, három fogadóbizottság volt. Annyira jó arcok. Na most úgy képzeljétek el, ugye mi pénteken délután 4-kor elhagytuk a szállodát, ez egy jó tanács a számotokra, hogy 19 órakor indult a gép, eszetekbe ne jusson 18:30-nál hamarabb odaérni a Nels Pruiti reptérre, mert semmi nem történik. Ott ül... Azt tudom, én rendeltem nektek a buszt, hogy menjetek ki jó korán. Aranyos vagy, főleg a nehogy lekésétek azt a repülőt. Főleg a feleségedet csesztél ki, mert ugyanakkor ezzel párhuzamosan 4 óra 30-kor az összes bolt bezár a reptéren, tehát semmit nem tudsz csinálni. Egy nyomorult Wimpy van az emeleten, ahova az összes 20 utas be zsúfolódott. Mondjuk akkor látom, már Jani boldog lesz. Semmi gond. Csoki te már is meg vagy. Ó, ne probléma. Csoki torta. Na, onnantól kezdve nagyon szép volt a dolog, Johannesburg átszállás. A kairói reptér 6 órán keresztül nem izgalmas.
Nem egyáltalán. Volt egy 6 órás átszállásotok, ugye? Azt ne tudd meg. Írt a Viki is, hogy nagyon kivoltatok. 5.30-kor leszállt a gép, és 11.30-kor indult a budapesti kairói járat, amire úgy vártuk. Hát amikor már Horváth Gyulával nem tudsz miről beszélgetni, pedig Gyula gyakorlatilag bármihez hozzá tud szólni, ezt ismeritek, ezt a dolgait, már csak ültünk meredt tekintettel a kairói reptéren, majd felszálltunk a gépre, ami elvisz Budapestre. Az első meglepetés akkor ért, ahogy leszállsz a gépről, szerencsére nekünk ugye csápra állt, tehát nem kellett buszozni, lesétálsz a csápról, és rohannak feléd az egyenruhás rendőrök. Nem hiszem, mert rohantak feléd a rendőrök. Ez nem... nagyon jó. Nagyon menő. Nagyon jó. Futás közben ereszték el a kutyákat. Nem, kutyák nem voltak, csak rohannak feléd ilyen sietős léptekkel, és mindenki elkezd üvöltözni, hogy azonnal elővenni az útleveleket, ez egy ilyen plusz ellenőrzés, amit nem a gyakorlatnak megfelelő, de most azonnal igazolja magát mindenki. Hát mondom, ezt. De nem. Csak ti, vagy a komplet repülő, vagy a ti stábotok. Ez csak, ez szerintem csak négyünk. Megkülönböztetett figyelem, de jó. Mit intéztünk? Csak nagyon négyünknek szólt, hát mindenki ott már tudod, eltetted az útlevelet, ott már többet nem kell, már kiléptél, már bent vagy az országban, már mész, fölveszed a csomagot. Ez ahol a csomagokat várod? Tehát átmész a kapun, és várod a csomagokat, itt ez az a rész, ugye? Nem, ez még a kapu előtt volt. A kapu előtt már kapu. Jöttek a rendőrök. Mondom, jó, oké, értem a tréfát, gyerekek, marha fáradt vagyok, mert 24 órája utazunk, nézzétek, mindenki hulla, jó, értjük a vicces, előveszi mindenki az útlevelét, belenéznek, megmutatja, biztos ön az? Hát mondom, szerinted tesó, ki lehet még? Nézd már meg ezt a kérdést. Halljátok, George Clooney! Nem, ezt nem mondták, Jani. Ezt nem mondták, ezen már csak Anna is te lovagoz, de nagyon aranyos tőletek. Na mindegy, megvolt az első ellenőrzés, oda megyünk a kapuhoz, itt jött a terelés, mert ott semmi nem volt. Ugye van egy ellenőrző kapu, ahol belépsz az országba, átvették az útlevelet, megkérdezték nagyon aranyosan, hogy milyen volt Afrikában. Mondtam, hogy tökéletes, jól éreztük magunkat. További jó utat kívánunk. Na, mondom, ennyit elt a két sráctól egy gyors rendőri ellenőrzés. Fölvettük a csomagot, és a csomag várakozó helynél, ahol ugye ledobják erre a kis futószalagra, ott mellém állt egy ember, aki gyakorlatilag egy méterről folyamatosan így az arcomat nézte. Nem hiszem, de jó arcok. Na most várjál, csak figyelt, csak ilyen csendes üzemmódban, csak figyelt, nem csinált, csak állt. Itt még azt mondtam, hogy jó, ez vagy navos, vagy nem navos, vagy beépített ember, vagy nem, lehet, hogy csak kíváncsi rám is beszélgetni akar, én azért se nézek oda. Egy méterről így állt, hátra volt téve a két keze, és így meretten nézte az arcomat. Ennyi. Nagyon jó arcok. Jó, megvártuk, hogy lejöjjön a csomag, én mondom, nem szólok hozzá, tesó, ha akarsz valamit. De akkor... nem volt jó érzés. De nem tudtad, hogy mi van. Nem tudtad, hogy mit akar. Aha, hogy ez most a személyednek szól, tudja, hogy ki vagy, tudja, hogy te vagy a rádiós, aki kint volt Dél-Afrikában, akar valamit kérdezni, de ha oda fordulsz, akkor ha ilyen ember, akkor el kell kezdeni vele beszélgetni, ahhoz én fáradt vagyok, ha navos, akkor ne adjunk neki ütközési felületet, na mindegy, ez nem derült ki. Fölvettük a csomagot, mondom, most már megyek a zöld folyosón, bár volt bennem egy ilyen, hogy beszaladok a pirosba, hogy ellenőrizzetek, most akarom. Elindulok a zöld folyosón, és tudod, egymás mellett van bal oldalt a zöld, jobb oldalt a piros, és van egy kis elválasztó fal a kettő között, és ott állt egy egyenruhás kolléga. Hát mondom, de még nem számított erre, hogy téged, csak ő ott úgy állt, figyelt, ő nem? Ő ott állt és nézte az embereket, így aha. Van. De még csak az se volt, hogy rajtam egy kicsit jobban megakadt volna a szeme. Na mondom, jó van, vége a dolognak, megyek ki, itt vannak a srácok, meg anya, ölelés, puszi, de jó lesz. Ahogy mellé értem, abban a pillanatban, ahogy mellé értem, kilépett elém balra, és megállított. De tudod, annyira váratlanul ért a dolog, hogy nem tudtam mit mondani, mert éppen el akartam mellette menni, amikor így balra kilépett a csávó. Jó napot kívánok! Na, jó, honnan érkezett szép. Magyarországra? Hát mondom, ezt nem hiszem el. Honnan érkezett Magyarországra? Mondtam neki, hogy Kairóból, ugye érti? Kairó. Azt mondta, hogy jó, azt érti, ez átszállás volt, vagy pedig onnan jöttem, tehát az volt az úti célom, mikor elindultam. Nem mondom, ez átszállás volt Johannesburgból. Akkor itt mondta, hogy nagyon jó, de hogy oda, hova mentem, vagy oda, honnan mentem, elmondta neki, hogy jó, hát Nelspruitból jöttem,
rádióztunk, én dolgozni voltam. Aha, és van-e valami elvámolni valója? Nem, de itt már mire gondolt, hogy itt most, tehát ez már az, hogy ők kivonultak, vagy áthutott az agyadon az, hogy Jézusom, ezek lehet, hogy nem kivonultak, egyszerűen csak kiszúrtak, és elkezdtek téged ellenőrizni. Mert én nem gondoltam volna egyből arra, hogy na hallgattak, sokkal inkább arra gondoltam, hogy basszus, tényleg kiszúrtak, nem lehetek ilyen szerencsétlen. Hát pont ez volt bennem is, hogy nem tudtam, hogy hogyan reagáljak, hogy ez most játék, játék, és menjek bele, kezdjek el velük szórakozni, vagy érted? Vagy ez tök komoly, igen. Ez egy tök hivatalos ellenőrzés, amin egyébként bárki áteshet, csak pont ott engem szúrtak ki. Ha ott elkezdesz viccelődni, az viszont nem jó, mert akkor meg kihúzod a gyufát. Tehát hivatalos személlyel nem szórakozunk. Érted? Igen, ha nekiállsz arcoskönni, jó, ha hallgattad a rádiót, nem hallgattam, kinyitnám bőrönyét, tudod, akkor meg belefutsz. Akkor meg belefutsz, mert honnan feltételezed azt, hogy biztos, hogy azért csinálja, mert hallgatta a rádiót. Mi van, ha csak kiszedett úgy egyébként? Tehát itt az ember még tényleg nem tudhatja, hogy mi van. Na csak pontosan, a félreállított? Pontosan ez munkált bennem, mondom. Hát Dél-Afrikából jövök, nincs elvámolni való, mert én tudom nagyon jól, hogy 450 euróig lehet vámmentesen behozni, és én ezt figyelembe vettem. Na most ekkor jött a csavar. Nem 4,50, 4,30. Hát mondom, tényleg most azon a 20 eurón fogunk veszekedni, azt mondja, hát ez szabály, a szabály. Legyen olyan kedves, tegye föl a csomagját ide a következő asztalra. Jaj, de jó. És mögötted a Gyuláék, Vikiék, ők tovább mentek? Hát ők sírtak, ők álltak érted, és sírtak a röhögéstől. Én hátra sem mertem nézni, mondom, nem márthatom be a többieket, hogy velem vannak, mondom, én egyéni utazó vagyok. És akkor itt jött el ez a pillanat, hogy az a fiatal ember, aki beugrott elém, és megkérdezte, hogy honnan jöttem, mondta, hogy akkor legyen olyan kedves, fáradjon át az ellenőrző kollégákhoz. Mert van egy, aztán én megtudtam, hogy van ő a poszt, aki nézi, és aki gyanúsan viselkedik, azt ő szúrja ki, ekkor vagy beteszik a csomagodat megint egy átvilágításra, ott kint is van egy gép, vagy egyből oda mész az átvilágító asztalhoz, vagy hát a vizsgálati asztalhoz, ahol két jóképű fiatalember várt engem, az egyik a pult mögött, a másik pedig egyenruhában a pult előtt, és ott még mindig nem tudod, hogy most szivatnak, vagy komoly a dolog. Hogy mi történt, nem kezdesz el arcoskodni, hát persze, nem. Hát nem tudod, hogy mi van. Ott már annyira kellemetlen volt, ott mondtam, hogy jó legyen, ami legyen, oda mentem, hogy jó napot kívánok, akkor fölteszem a csomagom, szedjenek szét, menjünk a vizsgálatra, nem érdekel, csak engedjenek el, mert most már én ezt nem bírom. Tehát nézzék meg ott a csomagot. Család, a gyerek. Ott van, itt állnak kint, egy ajtó választ el tőlük, értsék meg, két hete nem láttam őket, nincs nálam semmi, a gyémántokat azt ugye már elrejtettem, mondtam nagyon bátran, mondom, oda, tessék, itt van, szedjék szét, kezdtem leszedni a csomagomról, ahogy hívják ott, de ilyen bevédőfóliáztattam, és akkor elröhögte magát az a fiatal ember, aki a pulton kívül állt, egyenruhában, és akkor mondta, hogy hadd mutatkozzam be, Schuller 100 000-es úr vagyok. Nem hiszem, kiment ő is, Képzeljétek el, személyesen kijött ő maga, és mondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetésben van részem, mert őneki nem kell egyenruhát hordania, tehát őneki ezt nem kell fölvennie, viszont a tiszteletemre akkor beöltözött az egyenruhájába, és a másik kollégával együtt ott elkezdték mondani, hogy hát akkor most kezdjük el a csomagok vizsgálatát, mondom, a fiúk azt csináltok, amit akartok, csak essünk túl rajta. Úgyhogy még a mai, ja, és próbáltam kiszedni belőle, hogy akkor ez most a rendőri ellenőrzés az első poszton, a második fiú, aki odalépett elém, ez most tudatos volt, és mondták, hogy hát igyekeztek meg ünnepelni azt, hogy én hazajöttem. A hidegverítég járt. Döbbenet. Tehát fölépítették a rendőrsztorit, aztán szépen kiszedtek. Még egy gumikesztyűs vonal lehetett volna a dologban a végén. Volt náluk. Csattani a gumikesztyű, hogy Ferencem, akkor hát a csomagjában nem találtunk semmit, akkor legyen szíves átfáradni egy másik vizsgálóba és alsó gatyára vetkőzni. Azt, ha megcsinálják, úristen, elmondom neked, az mekkora csavar. Elmondom neked, hogy ott volt a pulton egy papírdoboz, amiből kikandikáltak a gumikesztyűk, tehát maga a szett az megvolt, de odáig nem jutottunk el. Egyébként aztán mondtam is, hogy ha még egy kicsit tovább viszik, akkor teljesen végem van. Én így is teljesen kész voltam a dologtól, mert tényleg ez a kettőség. Nem tudod, hogy ez most igen, hogy komoly vagy nem, vagy most hallgatták, nem hallgatták. Vagy tényleg meg akarnak vizsgálni. És hát annyira rezzenéstelen arccal csinálta végig mindenki. Tehát az a srác, aki például elém lépett a piros meg a zöld kapunál, aki megállított, és ugye elkezdett kérdezni, hogy honnan jöttem, az annyira vérprofi volt, hogy én nem is tudom elképzelni, hogy ő most tényleg nem tudta, tehát neki adtak egy információt, hogy jön ez az ember, megmutatták az én fényképemet, tessék, ezt ki kell venni a sorból, mert annyira rezzeléstelen arccal csinálta, egy fél mosoly nem volt az arcán. Érted? Pedig próbáltam így beugrasztani, hogy mondom, hát... Igen.
elég egy összekacsintás, elmosolyodik el, tudod? Semmi. Igen, semmi. Nagyon jó. Én vagyok, tudod? Nem, tényleg, igen. Érted, tudod. Hogy mire játsz, érted, tudod, ez most vicc, vagy nem vicc, igen. Na mindjárt megkérdezzük, hogy történt ez, mert hogy itt van, ami Attilánk, Schuller Attila, Vámi Sövédéki szóvívő. Attila, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! 100 000 forint, csókolom az arany kezed. Óriásiak vagytok, hogy ezt megcsináltátok. Hát ez szenzációs. Ezt mi toltuk egy hétig, kicsit egyébként nem gondolván komolyan a dolgot, hogy ti ezt valójában bevállaljátok, de hát le a kalappal, ez nagyon jó. És az, hogy te is kimentél, hát ezt meg aztán külön szeretjük. Milyen volt Feri arca? Kicsit megdöbbent. Tehát azt láttuk rajta, és ott láttam, hogy figyeli nagyon a gumikesztyűt az asztalon, ami ki volt készítve, de azért el kell, hogy mondjam, hogy ő volt a leggyengébb láncszem a csapatban, mert azzal kezdte, hogy ő nem hozott semmit, de az utastársai azok bizony igen. Azonnal bemószerolta a többieket. Ha figyelj, hogy Gyulára mutogattam, mondtam neki, hogy ha itt valaki kábítószert nyelt, akkor nézzék meg azt a hasat, de csak abba férhet el. Figyelj, és ti kiadtátok a... Mondjad? Egyébként ez kockázatelemzéssel történik az egész, tehát a kollégáim is hallgatják a műsorotokat, és ez valós egyébként, hogy egy rádió műsor alapján, vagy egy újsághirdetés alapján ellenőrzést tartunk, úgyhogy ez teljesen életszerű volt, hogy így kvázi felkészítettetek minket arra, hogy Feri majd fogjon és esetleg hoz valamit magával, és azt gondolom Ferinek is kiderült, hogy ez nem arról szól, hogy most itt az utasokat vegzáljuk, és minél jobban visszatartsuk őket, mikor már fáradtak több órás repülőút után, hanem itt bizony biztonságról van szó, hiszen kábítószert, fegyvert csak itt tudjuk kiszűrni, hogyha ellenőrizzük őket. Nagyon helyes, hát ezt kellett a Ferinél is keresni, kábítószer és fegyver. Mind nem kellett, nem mondtuk. Persze, nyilván. A kájrói járattal érkezik. Attila, azt elfelejtettem a helyszínen megkérdezni, igen? Hogy az a srác, aki ott a két kapunál, a piros és a zöld kapu, ahol ketté válik, ott engem megállított, ő beavatott volt? Mindenki be volt avatva. De óriásiak vagytok. Én egy fél órával a visszakezés előtt kín voltam, és akkor nekem már mondták a kollégáim, hogy felszálltatok, rendben, négyen vagytok, úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Ja, hogy leadták a drótot, hogy ők fölszálltak, ott így vannak, van, tehát négyen vannak. A törvény szerint mi hozzáférünk az utaslistához, tehát azt megnézhetjük, és láttuk, hogy kik azok, akik együtt utaznak. Istenem, de jó ilyen rohadéknak lenni, komolyan. Én úgy szeretem, hogy kiszedtek, Feri. Nyilván most ezt te viszonozhatod majd, mert egy hónap múlva mi is érkezünk. Én mi nem készülünk tudod, hogy semmivel, járattal. Dehogy is. Hát tudjátok, hogy én nem vagyok ilyen. Oh. Igen, mi majd, ha minden igaz, egy frankfurti járattal érkezünk valamikor november vége felé, vagy közepén. Szóval, hogy érkezünk majd mi is. De nagyon-nagyon-nagyon jó arcok vagytok egyébként, hogy ezt így bevállaltátok. Ez nagyon-nagyon helyes. Meddig tartott maga a dologot? Egy 5 percet állítottátok félre Ferit körülbelül? Hát körülbelül 5 perc lehetett, nem akartok nagyon feltartani, mert mindenki tisztában van azzal, hogy több órát utazott, tehát fáradt, és hát nem tudom, hogyha valaki fáradt, akkor lehet, hogy nincs nagyon kedve poénkodni. És ezért nem akartuk tovább feszíteni a húd, de rendes vámvizsgálat volt, tehát amikor ő ott átjött a zöld folyosón, akkor ő kvázi bejelentést tett, hogy nem hoz magával bejelenteni való árut, és én már csak a végén voltam ott, hogy megnyugtassuk, hogy akkor minden rendben volt, és nem kell attól tartani, hogy esetleg testüregvizsgálatot tartanak a pénzügyőrök, vagy elviszik egy CT-re, hogy megnézzük, hogy a gyomrába lenyelte valamit. Figyelj, én annyira kész voltam az egész dologtól, hogy amikor te leleplezted magad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk beszélgetni itt reggelente, én nekem még úgy az se esett le, nem tudom, nyilván fáradt is voltam nagyon, meg amikor már te voltál a harmadik ember a sorban, aki odalépett, na akkor most tessék, nézzük meg a csomagot, akkor mondtam, hogy jó, nézzük már, csak haladjunk, és aztán ugye te elmosolyogtad magad, és elmondtad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk reggelente beszélgetni, én már az nekem az ilyen elment információ volt. Nem is tudtam, mit kezdeni, mondom, jó, oké, nem érdekel, hogy ki vagy, nézd meg a csomagot, meg júj be a fenekembe, csak menjünk már! Igen, minden a vazelines bödönöket kerestél, Feri, mi erre készítettünk téged. De nagyon rendesek na voltatok, tényleg. Köszönjük szépen, Attila, hát a nagyon kollégáimnak. Átadjuk meg, hát mondjátok nekik is, így van, mert nagyon-nagyon helyesek vagytok. Ha minket kihagytok, az nem lesz baj, nem fogunk megsértődni egyébként. Én átszállok vonatra. Igen, mi Frankfurtba a kocsival jövünk, személyautóval. Majd valamit kitalálunk, személyautót is ellenőriztetjük, hiszen az ország területén bárhol bárkit megállíthatnak a NAV pénzügyőrei mélységi ellenőrzés keretében, tehát ahogy szoktam mondani, hogyha nincs félnivalótok, akkor nem kell tartani a NAV-tól. A NAV süsör rád, Attila, hogy ilyen jókedvű vagy. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, Attila. Köszönöm, köszi. Ciao, Schuller Attila. Szemasz.
őrnagy vám és jövedéki szóvivő vonalban. Hát gyerekek, komolyan mondom, sose gondoltuk, hogy ennyire jó arcok, nem? Na, nagyon. És, ja, és azt elmondta, ezt meg kellett volna kérdezni. Kicsit kezdek izgulni, hogy velünk mi lesz. Semmi. Hát tudod, hogy én nem vagyok ilyen, hogy készülök. És azt mondta el még az Attila, hogy, hogy ők hallgatták a rádiót, és akkor nem nagyon tudták eldönteni, hogy, hogy mi legyen, mert ha a felkérés után, amit te most már két hete nyomsz, hogy majd én megyek haza, nem csinálnak semmit, akkor az a nem jó. Ha valamit csinálnak, akkor arra meg nyilván én készülök, az a nem jó. Mondta, hogy nagyon sokat gondolkoztak rajta, és hát így döntöttek, mondtam, hogy kiváló döntés volt. De tényleg kiváló döntés volt, hogy a frászt hoztátok rám. A Jobbik utat választották, ezt nem lecsapni, igen. Az akkor azt gondolhatjuk, hogy elhanyagolták a Kairó járatot, és nem vonultak föl. Így viszont biztonságban érezzük magunkat, hogy senki nem tud behozni semmit egyébként Kairóból. Igen, még egyébként tényleg milyen szerencsé, hogy nem vettél ott valami 600 karton cigarettát, vagy valamit tudod. Feltételezve, hogy á, úgy se lesz semmi, á, ezzel a nap nem foglalkozik, és egy ilyen hatalmasat pereceltél volna. Négy ilyen afrikai szobor, három műkincs, 400 karton kubai szivar, tudod, a vámmentes övezetben 60 darab parfüm, amit így behoztál volna. És így dugdosod el, szánalmasan dugdosod el a repülőtéri nájlonzacskókat a hátad mögé. Á, nincs nálam semmi, és látják, hogy ott van a free, dugi free. Ilyen vicces ellenőrzésnek indul, és kiderül, hogy 4 órán keresztül kellett szétszedni a csomagodat, mert annyi mindent hoztál. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy két hétig mondtad a Kairó irájatot. Tudod, hogy az ember mindent megtesz. Az ember mindent megtesz. Tudom, köszönöm. Hogy érezd a hazaszeretetet, igen. Hatalmas baleset Feri 1-2-nél az elkerülő 4 kilométeres sorban, az M3-as 203-as 200 kilométerénél a felüljáró alatt Budapest irányába trafiznak, ez pedig Tojás írta nekünk, köszönjük szépen. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. A Klassz FM-en. Fölpapoztam magam a fülesemben. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva helló. Mindenkinek jó reggelt, azt mondja, hogy az 51-es főút beáll Taksony és Dunaharaszti között Budapest felé, valószínűleg egy baleset miatt. Ezt kaptuk SMS-ben most, valamint a Rákóczi híd. Pestről Budára K.O. csak araszolás van a Lurditól, ezt Gabesz küldte nekünk, valamint Pula belterületén civil, felségjelzés nélküli autóból mérnek, Nagyvázsony Kapolcs irányokból. Ezt autós küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igazából írják itt többen, és megfejtették, hogy mi a helyzet, hogy az egész elterelés és az egész napvizsgálat és minden, amit Feri nyakába vartunk, az nem szólt másról, mint hogy közben Viki vidáman átsétálhasson egyébként a zöld folyoson, és te azt hitted, egy tréfa áldozata vagy, de nem voltál más, most már el kell, hogy mondjam, mint egy jól felépített, jól kitalált, finoman belógatott csali, az az ember, aki Dél-Amerikában is átmegy 1 kiló kokainnal, és ül 20 évet, miközben mögötte a futár átmegy 3 tonna kokainnal. Na, így voltál te a kis kézkrémeddel, meg a kis mini ajándékokkal a gyerekeknek és a te párodnak, miközben Viki a Dél-Afrikai Köztársaság összes leértékelt árujával egy kaján mosolyol az arcán, átsétált a zöld folyosón, és azt mondta, hogy szia Feri, szia! Nekem is gyanúsult, hogy kifelé, igen, kifelé egy bőrön, de jött visszafelé 4-jel, és tudod, mi a megalázó benne? Hogy én voltam az, aki mert ő ugye áldott állapotban van, mondtam neki, hogy Viki, hagyjad, majd én tényleg fölemelem a bőröndödet az átvizsgáló kis futószalagra. Ja, itt lépcső van, Viki, majd én fölviszem, hagyjad. Tehát úgy mentem házhoz azért a bizonyos ér, amit szoktunk volt mondani, hogy öröm volt nézni. Tehát én cipeltem haza a ott beszerzett árut. Gratulálok, nagyon. Feri, nagyon ügyes vagy. Jó. Nagyon rendes vagy. Nagyon rendes vagy. Egy dél-amerikai futár voltál. Körülbelül, igen. És még be is lököm magam előre. Igen. Na mindegy, úgyhogy hát te jössz most, nálad a labda. Ja, az biztos. Ne, tudjátok, én rendes vagyok veletek. Nem tervezünk semmit a kollégákkal. Igen. De, hogy is gyertek, csak nyugodtan. Mikor jöttök Frankfurtból? Valamikor november közepén. De még flexibilis az időpont, nem tudjuk még. Még lehet, hogy átbukoltatjuk. Igen. Jó van. Na. Csak itt közben hallottam a híreket, meg olvasom is, hogy mi történt Hajdú B. Istvánnal, akit mi nagyon kedvelünk, és sokszor beszéltünk vele,
és jobbulást kívánunk neki, így a stáb nevében mindenki által természetesen. Halljuk, hogy most már kielégítő az állapota, mert hogy infarktuson esett át, nagyon drukkolunk neki. Én nagyon kedveljük, és szerintünk az egyik legjobb, szerintem ezt mondhatjuk így az egész stáb nevében. Így van, zseniális sportriporter, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon drukkolunk. És reméljük, hogy minél előbb meggyógyul, és kijön a kórházból, hajrá! Néhány hétig még nem fogjuk őt hallani közvetítésben, mert pihenést írtak neki elő az orvosok, de hála Istennek jól van, úgyhogy el tudták kapni a betegséget, és akkor néhány hét pihenő után talán visszatér majd, de hajrá, tényleg hajrubi. Így van, nagyon-nagyon-nagyon drukkolunk neki, igen, kedveljük, szeretjük őt. Na, játszunk, jó, ha minden igaz, itt van a játékosunk, és kitalálhatja, hogy miről énekel ma is Óven bácsi és Beru néni. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Brigi, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Brigi, honnan hívsz minket? Budapest. Budapestről, mit csinálsz, Brigi? Szakás vagyok, éppen melózok. Jó, de némi undorral mondtad ezt, vagy ahol legalábbis pedig szép szakma. Igen, pedig szép szakma, nyilván az ember minden nap csinálja, nem, de hogy így unod, vagy nem szereted? Nem, csak nagyon korán van. Hát az, ó, hát 3-4-8, gyerek. Hát az már nekünk már lassan a munka végét. Jó, de 4 óta dolgozik. Nem tudom. Igen. Hol főzöl, ez egy üzem, vagy egy étterem, vagy étterem, valami? Étterem. Aha. Igen, itt a budai oldalon. Budai oldalon egy étterem. Még kell már 3-4-8-kor bemennetek. Hát egy étterem délben nyit, vagy egykor, nem? Nem, hát mi egy irodai étkeztetés vagyunk, és ők 11-kor jönnek enni. Jaj, tudom, ez a 11 órás, mindenki ebédszünetet kap, és akkor egyszer csak 100-an megjelennek, és déltől egyik kihullik a hajatok, előtte utána nyugi, de abban a 2 órában viszont őrület, nem? Így van, így van. Na, és mi lesz ma? Rengeteg minden, úgyhogy... Sok minden. Mondj egyet, amit ajánlasz, és mondj egyet, amit nem. Ha van olyan, amit ajánlasz. Ha tudsz olyat, amit, igen, amit te megennél, és amit semmi pénzért. Na, de mi lesz ma tényleg? Csak egy kicsit legalább magyar ízekről hagyhajunk, bár ez elsősorban János asztala, de hogy mégis legalább egy jó magyar kaját mondjál nekünk, hogy mi lesz ma. Hát húslevesünk például, rántott csirkénk, hasonló dolgok. Uh-huh. A szokásos. Amit ti még egy hónapig nem fogtok enni. Hát körülbelül, igen, igen. De nem üzleti titok ez, mert nagyon nehezen tudom belőled kiszedni, nem Brigi? Nem. Uh-huh. Jó, nem van, nem akarsz elünk nagyon. Igen, beszélni. Igen, csak amit tudom, a 4000. csirkecon panírozásánál már annyira nem vicces. Hát a tökéletességre valahogy... kell törekedni. Érted, lehet, hogy a 4100. lesz életed csúcspontja. De szeretsz szakácskodni egyébként? Te bírod? Jó munka, változatos? Jó, de egyébként semmi gond nincs vele. Na, uh-huh. Még a végén megszeretetjük veled a szakmát. Igen, még a végén mondasz nekünk 2 mondatnál többet, egy kérdésem. Jól van, Brigi, nem kínozlak tovább. Tudom én, hogy melyik típusú hallgató szeret beszélni, és ki az, aki inkább csak játszana, és már szabadulna. Utólag így a másodiba sorollak téged. Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Csinálnak valamit? Csinálgatnak, halkan csinálják. Magyar, ó, tudom, hát magyar ez, béka. Ó, az a magyar béka. A magyar békák, igen. Madarakkal együtt, békákkal együtt. Na, egy rövid kis részlet jön. Jó, figyelj. Na, na, na. Ez tényleg rövid volt, de nem baj. Jézusom. Kérhetem, mit tettem? Hogyne, hát ezt gondoltam, hogy így lesz. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Na, na, na. Na, jaj. Hát ebből még így nehéz ezt megmondani. Fú, hát most én sem tudom. Kérhetem hosszabban? Persze, kérheted hosszabban. Van, aki segít, vagy egyedül játszol, Brigi? Valaki segít, de ő se tudja. Ő se tudja. Jó, jön egy hosszabb részlet, figyelj. Na, 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 da, na, da, na, da, na, da, na, na. Na, ez most egy dalamosabb rész volt. Nagyon nagy sláger volt. Nagyon, és milyen jó dal ez egyébként. Figyelj, magyar. Még egyszer jön. Nem, meg lesz. Én tudom, én most hiszek benned, Brigi. Figyelj. Na, 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 da, na, da, na, 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 na,
Ó, mert még kedvesek is voltunk, mert hozzáraktunk még egy kis részt. Na? Nem. Semmi? Van ilyen koktél is. Piña colada. Mondjál a Bani Méri, arra gondol. Három év után nekem már minden koktél piña colada. A colada mehet is, levesd már. Jaj, pedig egy olyan jó kis dal egyébként. Nincs meg? Nincs. Szoktunk még ennél hosszabbat mutatni? Ennél hosszabbat már nem szoktunk mutatni. Hát nem, mutatni, de mondjuk nem? Még egy valamit nem. Kivehetsz, akkor is marad egy, mondjuk egy egér alátét, vagy egy nyakbalkasztó. Na csak azért, mert most nagyon-nagyon-nagyon rendesek vagyunk. Egy még hosszabb részlet, figyelj! Na, 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 da, na, da, na, da, na, da, na, 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 semmi? Nem, semmi. Na figyelj, szerintem az eredeti beugrik. Hallgass meg, ez lett volna, figyelj! Oj, de nagy nóta ez. Ha, így van. Igen. Daiquiri. John Daiquiri. Phil Collins. Phil Collins. Jó, melyik koktélra gondoltál? Mi ez nekem nem esetlen? Hát a Collins koktélra. Ja, Collins koktél. Na, ha. Tudtam neked mondani egy újat. Hát, meglepsz egyébként. Hát, nem. Életemben nem ittam, csak olvastam róla. Mi van a Collins koktélban? Te tudod, Feri? Alkohol, szerintem. Életemben nem hallottam még erre a Collins koktélról, jó? Nem is tudtam írteni összekapcsolni. Brigi, figyelj, hát ez nincs meg, ez egy Phil Collins dal lett volna. Igen, igen. Így van, Another Day in Paradise, ez a dal címe, és egy jó, jó kis film Collins dal, igen. Film Collins dal. Hát, Brigikém, ez egy nem túl szerencsés reggel a számodra. Hát nem. De ugyanaz a vérmérséklet maradt, mint a játék előtt. Tehát se pozitív, se negatív irányban nem tudunk kizökkenteni. Puszi, Brigi, köszi a játékot! Köszi, sziasztok! Ciao, hello. Na, keveset beszélt, és ez így is maradt a végére is. Ennyi. Figyeljetek, hűsítől long drink étkezés után jelentsen bármit, ugye, ahogy szoktad mondani. Gin, citromlé, cukorszirup, szódavíz, és angustúra bitter egy das. Hogy micsoda? Angus micsoda? Szerintem ez egy elég ismert koktél. Én nem ittam, de hát ez nem jelent semmit. Nem tudom, nem volt ismerős. Képzeld el, mi Collinsos pohár is van. Én is megnéztem. Collinsos pohár is van. Úgyhogy tényleg híres lehet. Egyébként könnyű volt. Hát ez szerintem tudható lett volna. Na jól van. Jövünk vissza, és arról beszélgetünk majd, hogy babakocsiban rejtve próbált csokit és húst lopni egy nő Marcaliban, és a boltosokat faggatjuk majd arról, hogy meséljenek nekünk elképesztő történeteket, hogy hogy buktattak le már tolvajokat. Mindenki, aki boltban, újságosnál, közértben dolgozik, milyen trükkökkel találkozik, hova rejtik a tolvajok a különböző ellopni kívánt dolgokat, milyen praktikák vannak, hogy lehet őket kiszúrni, hogy viselkednek a kasszánál, és egyáltalán mitől gyanús valaki, vagy ha mi lopni akarunk, akkor hogy viselkedjünk, hogy ne legyünk gyanúsak. Erről beszélgetünk majd. Mert én nem megyek be a közérbe. De hát te nem mész be a közérbe, igen, viszont baba kocsiba rejtve, az például egy jó módszer, mert a babás ugye a szülőket előre engedett, nem gondolod, naivan nézel rájuk, közben pedig bepakolta a baba kocsiba, és megpróbált mindent elvinni, de lebukott. Fedőszag volt. Fedőszag. Ja. Igen. Szóval erről beszélgetünk majd, hogy ki hogy lopott már, hogy sikerült átvelni a közérteseket, illetve várjuk, hogy mindenki, aki a kereskedelemben dolgozik, ezen a fronton írjon nekünk, hogy hogy lehet kiszúrni a tolvajt, és milyen trükkökkel, praktikákkal találkoztak már. Ezzel folytatjuk, 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, hello mindenkinek, már csak ketten Afrikában, már ami a műsorvezetők számát illeti, mert hogy itt van Zsüli, és Feri pedig már Budapesten, hello Feri, hello, szevasztok! Neked is.
láttam, eltüntetek egy jó kis dohányzás a portálat. De Lacival meg kell beszéljünk néhány nagyon-nagyon fontos dolgot. Friss kávé van, így nagyon jó kávé van itt nálunk, nem úgy, mint a szállodában a filteres, és hát Lacival átbeszéltük, hogy hogy menjen, mire vigyázzon. Elláttam jó tanácsokkal, hogy mit ne vigyen nektek, aminek örülnétek, ezeket mind elmondtam. Ja tényleg, hát Laci jön ki, ezt el is felejtettem. Bizony. Hát ugye Laci a másik szerkesztőnk, Vigi hazament, és most tápszerkesztés van, aztán Laci indul szombaton, és érkezik vasárnap. El ne felejtsek valakit kiküldeni elé. Rohadt magányos lesz egyedül a reptéren. Aha, ha nem megy majd busz, ez tartsa mézben. Szóljatok rám még szerdán, hogy írjam föl. Én biztos, hogy szólni fogok. Hogy szervezünk transportot Lacinak, mert majd hív kétségbe esett, hogy bali-bali itt állok, 3 órája van ez. Nem, akkor te nem arról a Laciról beszélsz, akire mi gondolok. Laci soha nem... Na kérem szépen, az internetes kapcsolat az elmúlt 2 hét után egyszer még megszakadt, de reméljük, hogy másodperceken belül sikerül ezt visszaállítani. Majd addig mi muzsikálunk és várjuk az újabb csatlakozást. Kapcsoljuk Dél-Afrikát! Halló, Dél-Afrika! Gyerekek, megtámadtak minket! Tartsd az ajtót, Jani! Tartsd az ajtót! Még túl hangosak voltunk, megint! Bejöttek a 203-as szobából, barikázzad el az ajtót! Még se kellett volna elhoznom azokat a hamutálakat a kapellóból. Na, itt vagyunk újra, gyerekek. Na. Hát kicsit megfagyott itt az internet, de nincs ezzel baj. A szállodában valaki rossz gombra könyökölt, és ezzel mindegy tulajdonképpen egész Nelspruitban okozott egy ilyen kis 3 perces áramszünetet, és ezzel az áramszünettel egyébként az internet szolgáltatásunk is megszűnt. Így van, én nyitottam el egy nagyobb méretű torrentet Madison Evie munkásságával kapcsolatban, aki egy nagyon népszerű színésznő. Mondtam, hogy ne most kezdj el letölteni különböző dolgokat. Na, a fal is magához tért, úgyhogy tudok olvasni közlekedési híreket, mert hogy jelöltem egy csomót. Rengeteg van, mielőtt belemennénk a lopásos témába, hogy ki mikor lopott már, mit lopott. De most nem konkrétan az érdekel majd bennünket, hogy ki mit lopott már, rosszul is mondtam, hanem inkább a másik oldal, amikor a kereskedelemben dolgozók, boltosok, közértesek, üzletesek, dohányboltot vezetők észreveszik, hogy valaki lopni akar, milyen trükkök vannak, hogy lopnak, mit szerelnek magukra, hogy próbálnak téli szalámit, cigarettát vagy sampont lopni. És még mielőtt bárki is megírná, ne tegye. Nem akarunk tippeket adni, nem akarunk reklámot csinálni neki. Semmilyen ilyen irányú tervünk nincsen. Ne írjátok meg. Köszönöm. Döbbenet, hogy már az NMHH vitorlájából is hogy fogod ki a szelet, hogy nem támogatjuk a lopást. De egyszerűen beleköthetetlenek vagyunk. Srácok, vissza minden. Lehet hallgatni ma. M3-as bevezető lépésbe lehet haladni, Bankos Kriszta küldte nekünk, aztán a keleti pályaudvar előtti térnél nem működnek a közlekedési lámpák, alakul a dugó, ezt Perec üzente, Perec köci. Az M3-as a Nyíregyháza felé a 106-os kőnél van egy trafi a Molkútnál, üzente nekünk Laci, valamint a 4-es elkerülő önvecsés felé baleset, torlódás, ezt Barbie küldte el. Martonvásáron az orvosi rendelőnél mérik a vérnyomást. Nagyon szépen ráfutottam, igen. Az 51-es főút beállt Taksony és Dunaharaszti között Budapest felé, valószínűleg egy baleset miatt, valamint a Rákóczi híd Pestről Budára K.O. csak araszolás van a Lurditól, ezt pedig Gabesz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, ez most élőkép, Feri, vagy megmerevettél? Nem, meg vagyok, csak olyan szépen olvastad a közlekedési híreket, hogy azt hallgattam. Nem, én nézem, hogy van-e internet kapcsolatom, mert a Feri pillanatban belemerevedett a monitor, mert azt mondom, hogy megszűnt. A Skype-unk megint megszűnt, de itt vagy. Azt mondja, hogy Pacu írja, hogy akkor majd jövőre. Nem tudom, mit kellene írnom, hogy egyszer bekerülhessek a játékba. Pacu, tarts ki, előbb-utóbb mindenki bekerül, tényleg. Tehát, hogy ne keseredj el. Én még egyáltalán nem játszottam. Igen, Jani még soha nem pedig játszott. Pedig minden nap jelentkezel. Igen, szombaton az X-Faktor nézése alatt végig nagyon sajnáltam Bencét. Arra gondoltam, szegénynek mennyi szabadidős programot kellett lemondani, hogy helyette magolja Balázs. Jaj, de gonoszak vagytok. Jaj, hát miért vagytok ennyire lényegre törőek és tényszerűek? Olyan szemét vagy, nem más öcsémet. Komolyan mondom, hát a minimi, hát egy családból igen. Származunk, hát persze, hogy is van. Nekem is a nővérem volt a példaképe, mert ideig növesztettem a melleimet. Nem hagyom bántani minimit. Tényleg, tehát egy család vagyunk, hát most miért kellene, hogy máshogy gesztikuláljon az öcsi? Nem, hát te is hasonlítasz a testvéredre, te is, én is hasonlítok a bátyámra, hát most ezzel mi a baj, nem? Semmi, az égvilágon.
Az égvilágos semmi. Meg hát nyilván mindenki jobban szeretné, hogyha azt a műsort is te vezetnéd, hát persze, hogy pótolnia kell valamilyenkor. Az Isten őrizzen. Nem, azt nem, nem, az, az semmiképpen. Akkor inkább, levágom Zsül fél máját és odaadom. Várjál, a májat nincs. Nem, az lesz, hogy ki fogunk rakni egy Zsül bontási térképet ide a falra, hogy lássad, hogy mi az, amit már felajánlottál, hogy mi az, amit már elpasztad. Piros X-ek áthúzzuk. Na, lopás, ugye erről beszélgetünk, és lopási technikákról, trükkökről, praktikákról, ki hogy próbált már lopni, mit lopni, de nem ebből a szempontból, bár mindig így konferálom, és ez egy nagyon nagy hiba tőlem, mert hogy inkább a másik oldal érdekel bennünket, azok, akik lebuktattak már a saját boltjukban, üzletükben tolvajokat. Ugyanis egy marcali nő babakocsiba rejtve próbált csokit és húst lopni, és úgy csinálta, egyébként egy zalaegerszegi asszonyról van szó, hogy hát belerakta a babakocsiba, amit tolt maga előtt, a táblás csokoládét és az előhútott csirkecombot, méghozzá úgy, hogy elrejtette a babakocsiba, arról sajnos nem szól a hír, hogy volt egy gyermek a babakocsiban. Ez a nagy kérdés. Ez a legfontosabb. Ez a nagy kérdés, ugye? Mert a fagyasztott húst, ha oda tezed a gyerek mellé, akkor biztos, hogy visít. Az nem viseli valószínű túl jól, igen, hogy oda rakod mellé a mélyhűtött terméket. De mégis az a fajta ösztönösség, ahogy ő ezt ellopta, az tetszik, és az nyilván mindig szomorú, hogy az embernek lopni kell, és mi nem vagy nem rajta... először volt gyereke, vagy nem először lopott. Így van, és nem rajta nevetünk, félreértés ne essék, nyilván azért akarta ellopni, mert nem volt pénze megvenni. Sokszor ugyanakkor kiderül, hogy azok, akik lopnak, közben meg is vehetnék, mert vagy egy betegség, így vagy van. Egy kényszeresség, vagy egyfajta mánia, de lehet, hogy arról volt szó, hogy nem volt neki pénz, és akkor ez egy szomorú ügy, tehát nem rajta akarunk nevetni. Viszont a babakocsi jó ötlet, nem? Tehát az valahogy előzékenyen elengeded. Olyannyira, hogy még ki is engeded a pénztárnál is magad elé, igen. Engeded a babakocsis anyukákat vagy apukákat, és ezzel, ha okosan nézzük, akkor ő már időt takarított meg, amíg bent van az üzletbe, tehát a lebukás esélye is sokkal kisebb. Beállsz a sor végébe, ott azt mondják, hogy anyuka, hát tessék előre menni, mégiscsak gyerekkel van. Hús és te már kint is olyan lopott árúval. Tehát ebből a szempontból igen, azt mondom, hogy ez egy ilyen ösztönös cselekedet, hogy egyébként babakocsi. Jó fedősztori. Hogy ez egy jó fedősztori, elmész egy babakocsival, abba szépen bepakolsz, csak ugye hogy teszed bele, hogy ne vegyék észre? Hát azért ahhoz el kell bújni, valószínűleg ez egy ilyen esernyős babakocsi lehetett, bár nem, pont abban nem tudod beletenni. Ugye inkább ez a kupolás, amilyen Mózes kosárhoz hasonlít. Arra gondolom, inkább az lehet. Arra is jó egyébként, hogy tök jól takar. Tehát, hogy amikor ez a kis kupola része, ahogy fogalmaztál, fel van csukva, mert hogy a gyerek alszik, vagy mindjárt el fog aludni, érted? Zavarja a fény, zavarja a hang, stb. És ha szépen így felcsukod, akkor azzal már tök jó ki lehet takarni, mondjuk kamera irányba a történéseket. Oda tolod a babakocsit, fogod a csirkét, és eltolod máshova, és ott rakod be, nem? Vagy van, a babakocsi vannak ezek a szatyros részek, mondjad, Feri? Hogy szerintem egyből oda teszed, mert az gyanús, hogyha van egy kosarat például, amiben beleteszed a fagyasztott csirkét, meg a csokoládét, utána mész egy kört a boltban egy olyan helyre, ahol mondjuk nem annyira látnak, vagy nincs kamera, és ott átpakolod. Mert akkor saját magadat is bajba hozod, mert addig is izgulsz, hogy át tudod-e tenni, egy, kettő, hát ha már látták mondjuk a biztonsági őrök, hogy te betettél a kosaradba egy csirkét, hol a csirke? Uh-huh. Tehát azonnal lebuksz. Én, ha babakocsival lopnék, én egyből a babakocsiba tenném be. Igen. Egyből beraknád. Nagyon jó. Egyébként... És hogyha például a Mireli terméket úgy rakod be, hogy az eszkimó fej pont a gyereknek a fejére kerül, akkor valaki benéz a kocsiba, és azt mondja, jaj, de aranyos kis inuit csecse. Honnan szerezte anyuka? Hogy mosolyog. Egyébként kíváncsi lennék arra, és kár, hogy nincs ilyen kutatás, hogy a lopások közül hány az, vagy mennyi az, amikor tulajdonképpen az illető rászorul arra, hogy valójában lopjon, és a lopásokból mennyi az, amikor inkább kényszeresség van, inkább egyfajta betegség, egyfajta mánia. Hát vagy főállás. Nem vagyok abban, vagy egy olyan megélhetési lopóról van szó, aki tulajdonképpen aztán tovább értékesíti az árut. Tehát nem vagyok egyébként biztos abban, hogy mindig az lop, aki egyébként az éhhalál küszöbén van, és mondjuk két gyerek várja otthon. Ez érdekes kutatás lehetne, hogy utána megvizsgálják azokat, akik lopnak, nem? Szerintem a fineszesek, azok, akiknek már jó bevált módszerük van, azok pont nem azok, akik rászorulok, akiknek az élet úgy hozta, akik... Én értem, most megint fineszesek, de miért kell a politikát belekeverni?
Komolyan mondom, hát mindenhol politika van, hát most még te is a politikával jössz. Na, szóval, hogy akik rafkósak. Igen, akik rafkósak, nem fél érte, tehát akik rafkósak, azok, akiknek kidolgozott haditervük van, meg technikájuk, azok szerintem inkább ez a főállású kategória. Tehát a megélhetés, azok a megélhetési tolvajok, így van, akik ezt rendszeresen csinálják. Akik rászorulnak erre a dologra, sajnos, mert az élet úgy hozta számukra, azok az ügyetlenebbek, a sutábbak, azok, akiket könnyebben le is buktatnak. Plusz, aki megélhetési, az szerintem nem a boltból csokit lop. Tehát akkor az komolyabb betörés tervez, nagyobb értékű dologra. Aki éhes, az fog csokoládét lopni, meg fagyasztott csirkét. Érted? De szerinted az biztos, hogy azért lopja el, mert nincs pénze megvenni? Nem biztos, hogy azért lopja el, mert ez lehet egyfajta kényszerbetegség, egyfajta mánia, tehát konkrétan a kleptománia, tehát nem biztos, hogy ő tényleg az éhhalál küszöbén van, hát akkor nem egy élvezeti cikket lopsz, mint csokoládé, hanem akkor olyat lopsz, amivel tényleg utána mondjuk a gyereknek, de nekem akkor a csirke reálisabb, nem? Hogy ezt meg tudod főzni, és akkor abból tényleg mondjuk eszik 2-3 ember, egy tábla csoki, azzal valakit maximum megjutalmazod, vagy magadat is megjutalmazod. Tehát ha éhen akarsz halni, és van otthon egy gyerek, nem biztos, hogy pont csokit lopsz, nem? Hát de, én nem voltam még ilyen, de még az is lehet, nem loptál tudom. Csirkét, abból megeteted, és azért van valami édesség is, hogy ha már az ember kockára teszi a kis életét már ilyen szinten, hogy lopni kényszerül, akkor legalább egy kis csokoládét is viszel a gyereknek. Szerintem a kleptománia létező dolog természetesen, de mondjuk évente 10 vagy max 20 ilyen eset történhet. Tehát én nem tudok arról, hogy annyi kleptomániás lenne ebben az országban. Hát ugye a Winona Ryder volt, emlékeztek? Igen, ugye, bizony. Nagyon helyes színésznő egyébként, most nem látom filmekben, mert függetlenül nyilván lehet, hogy van neki, de hogy kicsit minden eltűnt volna, és a nő a totálisan kényszeres. Tehát ő bemegy úgy egyébként, hogy dollár milliók állnak a bankszámláján, nagyon sikeres színésznő, és ilyen turkálókból, ilyen 3 dolláros fehér neműkből felszerelkezve, köldök zsinorral ellátva, magára tekerve próbált meg ellopni egy fél fehér nemű boltot. Úgyhogy aztán őt előállították, új lenyomat rabosították, és ő bevallotta, hogy ő konkrétan beteg. De hát nyilván nem mindenki azért lop. Török. De igen. Mondjuk az a kategória, amit például a hallgatók is írnak, meg a viszonylag köztudott módszer, hogy itt van ez a szoknyás történet, az megvan nektek, nem? Amikor egy akkora szoknya van a tolvajon, hogy gyakorlatilag bent, alul egy húsáru boltot is ki tud vinni, konkrétan berak egy húskampót, és arra föl tudnak akasztani egy sonkát, és úgy viszi ki az üzletbe. Hogy ez egy bevált, és egyébként sokak által ismert metódus is. És azért, valljuk bőszintén, azért nem sokan akarnak benyúlkálni, hogy hívják alá egy szoknya alá, csak úgy, hogy lecsekolják. Hát de még egy babakocsiba is benyúlni, és mi van, ha tényleg gyerek fekszik ott, tudod? Tehát megkéred, hogy emelje föl, amikor már nincs benne babakocsi, egy ilyen műhang, és ilyen hangszóróból jön a hangos. Vagy hogyha igazi a gyerek, tudod, ézzet, hogy úgy is tudom, hogy műanyag, valahol, hol az elem. Ez műkaka. Na, van egy hallgatónk, Tamás, aki biztonsági őr egy bevásárló központban, nyilván nagyon sok mindent látott már. Tamás, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát mondj nekünk eseteket, hogy miket találtál, hány dolgot találtál abból, egyáltalán milyen praktikák vannak, hogy akarnak benneteket átvágni, hogy lopnak bevásárlóközpontokban? Hát praktikák? Hát kérlek szépen, az előfordul a pillanat szalámitnál, hogy 4-5 szalámról lehúzzák a fóriát, ami ugye fóriára ragasztanak árulvédelmi címkét, és így megputolják. Mi úgy mondtuk egymás, hogy megputolják a szalámit, és úgy viszik ki nadrágba. De táskába, bárhova. Tehát, hogy a téli szalámiról leszedi a fóliát, ugye? Így nyilván van. Erről beszélünk. Aha. Így van. Azon van egy áruvédelmi címke a nagy áruházakban, és ezt így védik, hogy jelez a kapon, amikor kifelemegy az elkövető delikvens. És ugye ezt megpucolja valahol az áruházba, és úgy viszi ki. De és utána berakja mondjuk a zokniába? Mert azt mondtad, hogy berakja a nadrágjába. Tehát hova rakja? Hát kérlek szépen, ezek bemelegítő nadrágban nagyon kényelmesen be lehet pakolni, 5-6 rúd szalámit. Nagyon kényelmesen. De ez csak de ez egy alul kiesik? Hát nem ez esik alul ki. Kijön, alul nem jön ki? Ki? Mert a boxer alatta van egy másik nadrág, aminek a tér felett el van kötve cipőfűzővel, és úgy beledugja, szépen beállítja, meg sem mozdul. De nem csak egy 12-14 túlsfőzőt is vettünk már ki így boxer alsóból. Jó, mondjuk adott a higiéniára, tehát ezzel nincs, az egész család zuhanyozni akar. 12-14 túlsfürdő a boxer alsóban benne? Így van. A János által mondottakra, meg a szoknya az nagyon jó. Mi 2 karton csokoládét vettünk ki, 2 karton milkát. Egy szoknya. Azért. De ilyenkor megkéred, beviszed a hátsó szoba, és megkéred, hogy húzza föl a szoknyáját, és akkor ott áll előtted egy szál bugyiban? Vagy hogy van ez?
Amikor ez történt, én vezető voltam egy záruházban, és a kollégáim észlelték ezt. És ők, de én minden jegyzőkönyvírásnál ott vagyok, illetve akkor is, amikor kivették a terméket. Tehát én megyek itt szemtanul. Hát nagyon-nagyon sokféle módja van. Az igazság az, hogy nagyon mindent visznek, ami mozdítható, de a drága cuccok közül mondjuk a borokat, a tokai arcukat, samponokat, dekortermékeket, csokorádékat, könnyen eladható dolgokat mindent visznek. De még az újságot is. Volt olyan, hogy... Figyelj, és a... Igen? Volt olyan, hogy több ezer forint értékű újságot itt a lelkivető. És ő hova tette az újságot? Ő? Táskájába. Táskába, igen, mondjuk a tokai asszú érdekel, hogy azt hogy viszed ki, nem a táskába, tehát azért az törik, mozog, csörök, tehát az nem egy egyszerű dolog. Figyelj, ami engem nagyon érdekelne, hogy amikor beszélgettek velük, akkor alapjában, mivel anyagi okok a mozgató rugója a lopásnak, tehát valódi szegénységről beszélünk, vagy egyszerűen eladják, értékesítik, és olyanok lopnak, akik nem is biztos, hogy teljesen egyértelműen rá vannak szorulva. Hát ez az 5-10% az, aki nincs rászorulva. A 90%-ra rászorulva, de csak azért van rászorulva, mert olyan életkörülményt szeretne magának biztosítani, amit nem engedhet meg magának, de egyébként azért lop, hogy jobb legyen neki, de nagyon könnyen el is verik a pénzt. Nem tudom, hogy nézted ki annak idején egy tévéműsort, abban volt benne, hogy napi 40-50 ezer forint értékbe lopott egy úr, és este az egészet beleverte egy játékgépbe. Minden nap. Na, erre gondolok például, hogy nem mindig arról van szó, hogy két éhes gyerek várja otthon, és konkrétan azért kell elmenni, mert egyébként nincs más lehetőség, hanem mert megélhetés, szenvedélybetegség, tehát bármi más a motiváció, igen. Igen. Volt olyan nekünk is, hogy nyugdíjas néni ugye csipogott be, mert eltett egy szalámit. Hát itt most mit tudunk csinálni? A jegyzőkönyvet megírtuk, mi szégyeltük, magamat szégyeltem, hogy itt sajnos ilyenek is vannak, de meg kell írni a jegyzőkönyvet. A kapu becsipog, akkor nem kell én érzékeny. Szívetek szerint nyilván lehet, hogy még el is engednétek. Igen, hogy hadd menjen szegénykém. Hát nem lehet. Egy idős néni szalámit lop, hát ott az ember szíve összerándul. Nagyon sok boltos írja nekünk, hogy van az a típusú tolvaj, amikor látják, hogy egész egyszerűen megélhetés, és átnéznek felette, és elengedik, és kiengedik. Ezt egyébként többen megírták nekünk SMS-ben. Ez az átcímkézés, ez még megy? Ezt régen nagyon sokan csinálták, hogy 2000 forintos borra, 800 forintos címke, drágább szalámi levesz, olcsóbb volt, ezt csinálják? Már nem, de 4-500 forintos boroknak a címkéjét géppel kinyomtatták, és így van, a nagy áruházokban 10-15 000 forintos borokra feltették, és kivitték. Nem is leszette a másikról hallott, hanem kinyomtatta a címkét. Kinyomtatta és ráragasztotta, és akkor elolvasta a gép, ugye akkor beütött 450 forint plusz üres üveg árat, és kivitte a 14 000 forintos bort. A mindenit. Van itt ravasság. Nagyon köszi, hogy elmondtad ezeket nekünk. Köszönjük szépen, Tamás, jó munkát neked. Ciao. Hello. Na, várunk még SMS-eket kereskedelemben dolgozóktól, boltosoktól, közértesektől, hogy ki hogy csinálja. Milyen praktikák vannak, hova rejtik, rengeteg hozzászólás egyébként, úgyhogy mindjárt az SMS-ekből szemezgetünk. SMS számunk változatlan, 06. 70! Kétszer halljuk majd a 70-et, ezt hozzá kell szokni. 645-00-00, jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk, drága Morning Show hallgatók. Sziasztok! Feri, hello Jani, hello mindenkinek. Jó reggel. Tudom, hogy bocsánat, nem ide tartozik a téma, csak Feri mégis csak otthon van, már is vannak friss információja, hogy esetleg megtörtént a nagy összeborulás. Ákos is inti közt? Meg persze fölhívta már, igen, hogy jöjjön kongázni. Nagyon, nagyon remélem, hogy végre kibékülnek. Nem jó rosszul lenni. Tehát egyszer ilyen jók voltak, komolyan jó lenne, ha már újra kibékülnének. Na, rengeteg SMS-ünk van, ugye egy olyan hírről kezdtünk beszélgetni, miszerint babakocsiba rejtve próbált csokit és hús lopni egy nő Marcaliban. Szegény, hát valószínűleg nyilván nem azért csinálta, hogy jól szórakozzon, valószínűleg rászoruló volt. Mégis arról beszélgetünk most, hogy milyen módszerekkel lehet lebuktatni a tolvajokat, és vártunk SMS-eket azoktól, akik a kereskedelemben dolgoznak, kisközértekben, dohányboltokban, üzletekben, hogy ki milyen módszerrel lop, ki hogyan buktatta le a tolvajokat, és mit láttak. Elképesztő egyébként, nagyon-nagyon sok hozzászólás jön, hogy milyen módszerek vannak, csak szemezgetve az SMS-ekből. Siófokon dolgozom, a múltkor egy férfi elrakott egy rút kolbászt a kabátjába,
Felszólítottam, hogy adja elő, de ő állította, hogy nincs nála semmi. Szóltam, hogy a kamerák figyelik, és hívom a rendőröket. Erő előadta az 1000 forintos kolbászt, és 5000-es volt nála, vidáman közölte, hogy ha kell, akkor megveszi. Ezt Alexa küldte nekünk, hogy azért nem mindig arról van szó, hogy az ember az anyagi helyzete miatt lop. Nálam a hölgy több tégely kozmetikai terméket a hüvelyébe helyezett fel. Jaj, nem áll. A rendőrnő terpezbe ugráltatva potyogtatta ki belőle. Soha nem tudhatod, hogy a piacon hogyan hozták ki a terméket, amit az arcodra kensz, írta nekünk valaki. Hát nyilván itt is megélhetési bűnözőről van szó, mint arról, aki továbbadja. Tehát nem saját magának lopja a drága kozmetikai cuccokat, hanem utána a piacon értékesíti. Amik vagy nagyon aprók voltak, vagy... Nem kell ebbe tovább menni, nem folytasd. Ezt mondtam csak, hogy igen, hogy milyen érdekes dolgok vannak, hogy, hogy az ember már a saját testébe helyezi. Jó szó. Horgásztónál két hal elhozható napi jegyre, leleményes magyar plusz két darab 3 kilós potykát rejt a gyermek feje alá a babakocsiba. Gondoljatok bele, a halat berakja a babakocsiba, csak azért, hogy ne kelljen kifizetni. A halőr nem értette, miért ugrál a fél éves gyermek, mint a gumibaci. Igen. Köszönjük szépen. Itt a legdurvább, vagy az egyik legdurvább. Egy kisfiú minden nap egy labdával jött vásárolni. Mindig egy kiflit vett. Egyszer egy barátja kiütötte a kezéből a labdát, amiből egy csomó csoki gurult ki, volt a labdára vágva egy kis ajtó, amin egy kis retesz volt, és abba tette a csokoládét. Gyerekek, zseni, nem? Pöttyös labdára vágott egy kis ajtót, bele a csokoládé, visszahajt, retesszel, és kivitte. Csak azt azért megkérdezném. Miért viszi mindig így, mint hogy a medicin labda lenne. Megkérdezném, hogy ez a saját találmánya, vagy valaki mondta neki. Azért egy 10 éves gyerek, tudod, aki így minden nap bemegy egy kifli. Az már simán saját találmány. Igen? 10 évesen már, hát az már simán. Persze, az már simán. Igen. Jó, félreértéselség, nyilván nem arról van szó, hogy mi dicsőítjük ezeket az eseteket, de leleményes minden esetre, természetesen nem támogatjuk a lopás semmilyen formáját, meg hát nem is jó ez a dolog, de érdekes ezt hallani ugyanakkor, hogy egy 10 éves gyerek tényleg hogy jut el odáig, hogy ajtót vág egy gumilabdára, nem? És úgy bemegy. Hogy azért ez leleményes, mondjuk meg, de persze nyilván nem jó. Egyszer láttam egy középkorú urat, amint viszkit töltött át egy mustáros tubusba. Nem vagyok eladó, de ha nyitott szemmel jár az ember, cifra dolgokat láthat. Elképesztő. De hova tette a mustárt? Ugye itt az a kérdés, hogy kinyomta valahova? Nem, átöltött a viszkis üvegbe. De valószínűleg üresen becsempészte a mustáros flakont, tehát ezt a fél literes vagy literes ilyen nagyot, otthon kimosva, mert azt nem tud annyira kitakarítani a boltban, hogy az ne keveredjen össze a viszkivel. Az a mustáros viszki, ez nem annyira igen. Jó, igen. Én sok mindent szeretek, de ezt nem innám meg. Igen, egy budapesti közérben a boltvezető volt a legnagyobb tolvaj. Azt mondja, hogy nyitás előtt megtette, vagy megkereste, ami neki kell, este pedig a jegyzőkönyvbe bevezette, hogy ismeretlen tettesek lopták el. Ez is mekkora trükk egyébként. És van egy hallgatónk még, Fecka, hello Fecka, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, te hentes voltál egy hiperben, és ott is lopott valaki, ugye? Igen, egy hölgy, egy motoros bukos is akkor tett be a ruhája alá, mintha terhes lenne, és ezt ilyen dekopír fűrészlapokkal rakta tele, ami ugye akkor is elég drága volt. A bukósisakba rakott dekopír fűrészlapot? Igen, mert ugye a bukósisak miatt teljesen úgy látszik, mintha terhes lenne, és ugye hát magába belerakott a bukósisakba a fűrészlapokat, ami kicsi, sok elfér, 30-40 darab volt nála, és darabja is elég drága, és akkor így nagy tételben azért ez elég komoly összeg. Hát ott ráadásul át kell tenned a ruhán, és a bukós is akkor is, hogy be tud tenni. Igen, de volt oldalt vágása a ruhán, mintha zseb lenne, és akkor úgy szépen, csak hát ugye amikor odajött a hentes pulthoz, és lehajolt, akkor elkezdtek kipatyogni a fűrészlapok, aztán én meggyőztem, hogy jöjjön be hátra. Már igen, elfolyt a dekopírja. Aha, szóltatok neki, hogy akkor legyen szíves hátra. Igen, hátra menni. Hátra, igen. Azt nem mondja, tényleg milyen leleményes. Bocsánat, hogy beláttam, elkezdett sírni, hogy hát igazából neki ez megélhetése kell, de hát nyilván azért ilyen tételben nem eszi meg ezt az ember. Igen, hát arra lenni kíváncsi egyébként, hogy milyen életszínvonalon élnek, mert aki tényleg ellop egy szalámit, egy idős néni, egy nyugdíjas, vagy egy tábla csokit, ott azt gondolod, de aki értékesíti, az egyébként lehet, hogy már a 100. napon értékesíti a 150. dolgot, hát, jól él, bérel egy lakást, és konkrétan ez a munkája, hogy lopni jár, hát aztán az ilyet a végképp nem tudja az ember sajnálni, mert elmehetne dolgozni. Hát ezzel védekezik mindenki. Meg ezzel védekezik, igen. Tehát... tűnt, hogy ő neki nem teljre meg kenyére kellett, tehát nem egy olyan ember volt.
Igen, igen. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked. Nektek is, sziasztok. Ciao, hello, hello. Alufóliával kibélelt táskát használnak, azt még hozzátenném, hogy tolvajcsoportoknak, vagy ezen tolvajcsoportoknak albérletet tartanak fent. Tehát, hogy ez már szinte a szervezet bűnözés, az alufóliával kibélelt táska, azt tudjátok, mire kell? Fogalmam nincs. Ne folyjon ki a sampan, ne folyjon be a sampan a táskába. De nem gondolom, hogy ne jelezzem be. Így van. Hogy ne jelezzem be a cucc. Ne, az alufóliával kibérelt táskába nem jelez be a cucc. Például ruhaboltokba járnak így lopni, hogy kibérelik alufóliával a táskát, és az a kis cucc, ami a ruhában van, az ugye nem jelel. Mert nem, leárnyék, nem adja jelet, a fólia. De már ezeket figyelik egyébként. Na, hát megint ki tudta, meg. Ki tudta hármunk közül megint, hogy mire való? Jó, hát na, Balázs. Miért vagyok annyit a Vörösmarty téren szerintetek egy alufóliával kibérel? Annyi jó ruha volt van. Honnan van ennyi új cuccom? Csak szerintetek... úgy nevezik, hogy mikrobi a szakmába. Fiatalok buli előtt próbafülkébe viszik az alkoholt, ahol elfogyasztják, az üveget ott hagyják. Elképesztő kreatívak. Írja valaki. Aztán egy nagyon érdekes SMS, ez is mennyire tanulságos. Számítástechnikai üzletben dolgozom, az ügyfelek 90%-a a szomszéd netét akarja ellopni, és jönnek megkérdezni, hogy hogy kell feltörni ugye a wifi-t, ami nem egy túl bonyolult dolog, ha nem véded le jól. Azért ez is megdöbbentő, nem? Mit szeretne? Ha ellopni a szomszéd netét, tudna segíteni? Segítsen már! Azt a mindenit. Egy illatszer üzletben dolgoztam, ott egy srác egy kilós kenyeret kibelezett, és abba tette a szajrét. 10 percig kerestük a táskájában, a ruhájában, semmit nem találtunk, mire végül megtaláltuk. Volt pár eset, de ő volt az ász, ez Tim küldte nekünk. Hát ez egy nagy klasszik sztori, ugye a seregben is így vittük be annak idején, így vekni kenyérben a két dekás, a többi. Igen, Bali, ti is azért vállaltátok a második gyereket, hogy legyen mit tolni a boltban? Ezt Andi kül kérdezte. Ha, abszolút, igen. Ti is így loptatok tényleg? A katonaságnál? Hogy a viharban-e? Persze, csak mi ugye kint elítélem. Megvásároltuk, és mi beloptuk a laktanyába, de ugyanígy szépen kettővágva a kenyér, a belsője kiszedve, belerak a kétdekás, aztán pedig összetolva. De hát azért ennél jobb módszerek is voltak, például a dinnye fecskendezése vodkával. A dinnye befecskendezés, milyen klasszikus módszer, igen. Még valaki gyümölcs. Jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket, hármasugrást, játsszuk már is valakivel. A Morning Show-ban felkészültél, akkor fuss neki. Milyen gerjedés van itt. Hello Melinda, jó reggelt. Sziasztok, halkítom. Az jó, az nekünk nagy segítség, mert itt közben még elveszítjük a valóságot, vagy a kapcsolatot a valósággal, annyira visszhangos. Na Melinda, honnan hívsz minket? Veszprémből. Veszprémből. Jaj, de szép. Igen. Az jó kis hely. Majd mivel meglátjátok egy hónap múlva. Igen, körülbelül. Szebb lesz. Igen. Akkor már minden szép lesz. Igen. Mivel foglalkozol, Melinda? Kereskedelmi területen dolgozok, saját üzleteim vannak, és így nyomulok, próbálkozok. Nyomul. Így van. Te is találkoztál már tolvajokkal? Igen, igazából hipermarketben dolgoztam, biztonsági asszisztensként jó pár évig, és hát rengeteg mindent tudnék mesélni ezzel kapcsolatban. Hát igazából az idős házas párok karácsony előtti bevásárlásra készültek, teljesen összeválogatták a termékeket a családtagok részére, szépen bevitték a próbafülkébe, felöltöztek a sogunkéstől elkezdve a parfümökön keresztül. Nagyon kell. Igen. Megérhetési. De szóval brutálisan rengeteg mindent tulajdonítottak el, és olyan szinten, hogy még az öltönyt is, tehát és a saját termékeket a próbafülkébe hagyták, és így próbálkoztak kijutni. Aztán volt olyan, amikor televíziót próbáltak, ez pénztárosi összejátszás volt, ugye nem a valóság. Ja, hogy benne volt a pénztáros is. Így van. Aha. Igen, azért televíziót kivinni azért az nem olyan egyszerű, hogy berakod a bőrkabátba, tehát hogy ez már picit bonyolultabb. És a sógunk és amit mondtak, hogy a kicsi Zolikának kell a sógunk és karácsonyra? Bevallották, mikor végül szerencsétlenek összetörtek teljesen, és bevallották, hogy a nyugdíjukban nem fedi, és ezért a családtagoknak ez lett volna a karácsony ajándék. De fogtuk bírónőt is, rendőrt, idős nénit, az unokáikkal, nem volt pénzük, a saját cipőjüket hagyták ott, és próbáltak kivonulni. Aztán... Na jó,
Oké, de van, holnapig sorolhatod. Igen, itt még jött egy SMS, hogy van, aki mikrót vásárolt, és abba tett egy videókamerát. Igen. De jó Isten. Na jó, nézzük a kérdéseket, Melinda, köszi, hogy elmondtad ezeket. Milyenek a kérdések, Jani? Rutinszerűen fog végigsiklani rajta kedves játékosunk, utána pedig boldogan felmarkolja az ajándékot kb. Ennyi. Legyen így. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Hány pár lába van egy hangyának? Fuha. Hat. Még. Hány pár? Hány pár? Kettő. Aha, igen, ha kézen áll. Két pár az négy. Na, igen, nem. Az se jó, akkor nyolc lába van. Figyelj, minden számot kimondtad, egytől tízig, azt az egyet nem, ami jó, ez pedig a három. Három, jó. Oké, nem baj. Mert hat lába van. Igen, igen, jó. Nem baj, ő így elég jól elboldogult. Igen, de ha még kettőt letépsz, még úgyis jól el van. Igen, de hogy három pár, ugye hát hat lába van. Miért kapkodunk? Igen. Minden számot elmondtál, ezt az egyet nem. A nyolcat, a kettőt, a négyet, az ötöt, minden volt. Csak a három nem. Nem baj, mentőkérdés. Tessék? Legközelebb, hogy mentőkérdésben nem. Legközelebb. Jó. Mert a sztorik jók voltak, a játék az már sajnos kevésbé. Okay, köszi a játékot. Élmény volt veled beszélni. Sziasztok. Reméljük. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A jingle palettát mondom, hogy ezt csukmán beléci. Köszi. Rövid volt, hosszú sztorik, rövid járnék. Aha, de hát figyelj, akkor is, hogyha mondjuk a nettó műsorban töltött időt nézzük, akkor mellett rengeteget volt. Csak elfáradt a sztori mesélésben, biztos. Igen, szegényként, mert nem volt nehéz, hát ha hat lába van. Na jól van, 5 perc van, pontosan 9 óra, várunk friss közlekedési híreket, jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Johnny, menj Afrika! A Morning Show dél-afrikai kalandja. Ha indul a reggel és kiret az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasonl, Johnny, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt, pontosan 8 perce, jó reggelt mindenkinek. Hát Balázs, Jani, Feri, menni Afrika, ez most már csak úgy igaz, hogy Bali, Jani, mert hogy Feri már otthon. Hello, Feri, jó reggelt. Én már jönni haza, szevasztok. Igen, Feri jönni haza, NAV ellenőrzésen átesni. Aki esetleg lemaradt volna róla, nyilván benne lesz a Best of-ban, mert hogy még mindig sokan kérdezitek SMS-ben, hogy mi volt. Volt, Ferit elkapták, 2 óra után ő elmesélte, hogy ami drága Schuller Attilánk a NAV-tól értette, a tréfát szerette is, és várták Ferit a kairói járattal, ami ugye szombaton landolt Ferihegyen, és félre is állították, hogy hát csak hogy érezze a haza szeretetet és a fogadtatás szeretetét, úgyhogy a törődést aranyosan. A törődést, így van. Viszont gyerekek, a cucc átjött, tehát van szerencsém jelenteni, hogy a cucc átjött, és ha megengeditek, akkor egy nagyon rövid ajándékozási ceremóniába belecsapunk itt, mert a ti nevetekben is hoztam ajándékot. Jó? Ó, kinek jó, ugye az otthon már a stárnak, Annának és a többieknek. Na jó, mi van a kezemben, kedves afrikaiak, milyen? Biltong! Azaz! Azaz, az egyik impala hús, ezt nektek hoztam, Laci, mert tudom, hogy te egy különösen gurmé fiatal ember vagy. Az, hogyha valaki le tudja fordítani, hogy a blesbok milyen állat, valami szarva van ennek is, akkor az sokat segít majd nekünk, jó? Úgyhogy ezeket tessék. Uh-huh. Anna, gyere, légy szíves, életem, mert nézd meg, hogy a Balázs milyen csodálatos férfi, hogy neked így van. Eszébe jutottál Anna a Balázsnak. Gyere, nem volt egyszerű találni egy orvadászt, aki leszállított az impala húst. Anna, drága, ajándékot küldött neked a főnök velem, képzeld el, mert azt mondta a Balázs, vettem, hogy nem bírná ki egészen addig, amíg ő hazajön, hogy te ne kapd meg az ajándékot. Az egyik a tiéd, a másik a Julié, majd az, hogy ez 5 pucujkába került, azt levesszük róla. Ezt nézd meg, milyen szép, látját? Nézd meg, mit vettél, Balázs? Nézd meg, milyen szépet vettél neki? Ó, de szépet vettem. De jó fej van!
Mi az? Még választhatsz. Ez kendő, kérlek szépen. Két igazi afrikai kendő, az egyik zebrás, a másik nem tudom is. Vízilovas. Vízilovas a másik. Én a vízilovasat szeretném. A vízilovasat. Tiéd nagyon szépet vízilovas. Választottál. Na. Ugye? Tudod, mennyit járkáltam utána? Mennyit kerestem? Mennyit kajtattam? Én láttam előtte is, meg utána is a lábait. Borzasztó. Tönkrementem, mire megtaláltam. Igen. Nézzétek meg, az Anna már föl is teszi ezt a kendőt, amit Balázs küldött neki. Az arcára köszönöm, Anna, ez így sokat dob. Levettem róla, hogy ez öt pucujkába került, jó? Nagyon szép. Ja, azt kösz, hogy levetted. Előnyös is nekem szerintem. Jó van, azért te is kezdesz ott megőrülni, annak fölraktad az arcodra, mint valami terrorista, vagy valami rabló. Igen. Jó van, akkor odaértek az ajándékok. Izgultam, hogy mindenki megkapja, mindenki örül-e, de akkor örülök. Jó, nagyon van, klassz, látom, hogy... köszönöm szépen, főleg neked, Feri. Nagyon szépen, a Juli... ja, és Balázs, a Julinak is küldtél egyet, csak szólok. Jó, egy ja, Julinak is küldtél, Julinak jó, is küldtél jó, egy kendőt. Az az arany szívet, hát egyszerűen. Ja, gyerekek, mindenkire. És tudjátok, itt a biltong... hogy ott vagytok a szívemben. Egyétek a biltongot, ezt is nektek küldték. De klassz. Nagyon rendes vagy, Balázs, mindenki oda van, tényleg. Eleket. Ne vigyél azt a jó szívemet. Hát tudjátok, hogy ha megyek vásárolni, hát nem tudom megállni, hogy ne vegyek a többieknek is valamit a rohadt életbe. Hát most mit csináljuk? Ilyen vagyok. Nagyon az a biltong egyébként tényleg jó, kóstoljátok meg, ugye sokat mondtuk, ha valaki nem hallotta volna, ez egy szárított hús, amit ők ilyen köris pácban, meg ilyen csípős pácban így áztatnak, szárítanak. És hihetetlen egyébként az íze. És nagyon kellemes. És úgy látom, Ferinek is küldtél. Mert ő is fogyaszt. Van ez a, van ez a ble... Igen. Csinálják hát, ebből a blesbokból, ami szintén egy ilyen szarvas, vagy ilyen nagy tülke van, hasonló egyébként az impalához, csak egy kicsit nagyobb testű. Úgyhogy kóstoljátok meg, jó. Na, ki szereti ezeket a szárított húsokat, azt szeretni fogja. A popsira csapásokat átadtad már, Feri, amit én küldtem? Nem, az csak később jön, az adás után, 10 után, mikor már nem lesz kamera. De na, már jól, együtt kávéztunk. Akkor... Kivel? Ferivel. Már kivel kávéztatok? Ferivel. Ja, Ferivel, helyes, hát kávézatok, Feri most már otthon van, persze. Így van. Mondom a közlekedés éreket, hogy mi a helyzet az utakon. A Stefánia úton a Föltani intézetnél mérnek a rendőrök, ezt Szilvi küldte nekünk. Nagykálló és Nyíregyháza között útépítés miatt hatalmas a dugó, negyed óra alatt tettünk még 500 métert, üzeni Bozon. Budakeszi út jól járható, néhol lassító kamerafény van, Petőfi, sem értelme. Jó, a Szentendrei úton az Osannál fotóznak, aztán kérdezi Ági, hogy mi történt a Hungária körúton, lassan lehet haladni az Árpád híd felé, szép napot. Nem látjuk, hogy mi történt, szerintem vagy feltúrás van, vagy valami dugó, de ahogy valaki megírja, akkor mondjuk, igen, Jani megnézi. Trafi van a Stefánia úton a Föltani intézet előtt, igen, ezt mondtam, ezt itt is elküldte Szilvi után. M7-es 142-es kilométer Pest felé trafiznak, üzeni nekünk Tamás, aztán az M5-ösön a 141-es kilométernél Pest felé kamion az árokban üzente Karcsi, és M7-es Kanizsa felé 156-os kilométernél szintén fotóznak, méghozzá a pihenőnél, ezt Gaba küldte nekünk. Sok a trafi. Egy kérdés volt csak a Hungária, ha valaki tudja, akkor küldje el. Jó, hogy mi a helyzet a Hungárián? Ott jössz te minden reggel, nem? Ott bizony. Megvan továbbra is a felbontás, én is reménykedtem benne, hogy mire visszaérek, addigra ez már megoldódik, de gyakorlatilag ott a Tököli környékén még mindig óriási a káosz, félsávok, egy sáv teljesen lezárva, egyre szűkül, úgyhogy elég bonyolult a dolog, azt szerintem amíg azt ott meg nem csinálják, de a villamos megálló már kész van, tehát az már jól néz ki, de a sineket még mindig cserélik, és akkor a legszélső sávot az útesből lezárták. Ennyi. Ott érezted, amikor ezt láttad, hogy igazán hazaértél, az volt a te welcome drinked. Így van, mit nekem a Hungárián, így van, persze, viccelsz, érted. Ahogy meglátod a hungári állapot, rögtön tudod, hogy otthon vagy. Megérkeztél. Igen, érdekes, itt nincsenek útfelbontások, nem nagyon javítanak, nyilván nem is olyan szélsőséges az időjárás, hogy mínuszok vannak télen, pluszok nyáron, de hogy itt valahogy nem látok, pedig amikor korázó voltál, akkor azért így jöttünk-mentünk, itt valahogy minden egyben van, nem tudom. Van más, ami nem olyan, mint otthon, vagy rosszabb, de az utak azok egészen jó állapotban vannak. Most még, de Balázs elég dinamikusan használja őket. Tényleg, milyen a kis autód? Jó működik? Minden oké vele? Hát, igen, tegnap kicsit leért az alja. Akkor jeleztem is neki egy picit, így az aggódás előjött belőlem az apa is, az autó tulajdonos, aki ugye a kis autók nagy szerelmese. Ott picit jeleztem neki, hogy ha még néhány napig használni akarjuk, akkor ne érjen annyit az alja. Konkrétan arról van szó, hogy amikor jövünk haza, akkor van egy ilyen 15 kilométeres földút.
ahol ugye hát egészen dinamikusan lehet menni, mert hogy szigorú jobb, szigorú nem, bal. Nem lehet, nem lehet. És 20 km per órás sebességgel kellene menni, de egyébként nyilván nem indokolt a dolog, és olyan szinten tetszik a magyar stábnak, ahogy megyek ezen az úton, hogy várólista van az autóra. Ebben semmi túlzás nincs. Semmi túlzás nincs, minden nap... Megvagytok már, négyen! Egy ötödik, nem fér be! Tehát minden nap várólistát kell felvenni az autóra, mert annyian szeretnének velem hazajönni. Egyrészt ugye nagyon jó az, hogy jobb oldalon van a kormány, bal oldalon pedig, vagy bal kézzel lehet húzni a kéziféket, ez még annyira nincs benne az emberben, viszont minden nap tesz azért, hogy egyre jobban menne legyen. És van a dél-afrikaiaknál egy biztonsági főnök, aki egyébként felel a magyar stáb biztonságáért is, és az afrikaiak biztonságáért is. És hát tegnap előtt is elindultunk ezen a kis földúton, szigorú jobb kettő, Jani ül a balon, és mondja, hogy szigorú bal. Igen, ott mit fárelkedek. Már amikor nem kopog az airbag feliratú műanyagon ott a homlokom. Igen, és hát jön utánam egy ilyen villogó autó, egy transporter, és mondom, hát nézd, hogy siet, biztos megy valahova, félreállok, elengedem. De nem tűnt föl, hogy ez elég régóta követ minket. Nem mondom, itt lehúzódok, földút biztos. Hagyj menjen vissza, ezt mondta mellettem. Biztos visz valakit. Biztos visz valakit, nem tudjuk, hogy kit, biztos nagyon rohan. Akkor éreztem, hogy baj van, amikor ő is lehúzódott mögém. És nincs szebb annál, mint amikor az afrikai vagy a dél-afrikai biztonsági főnök igazoltat téged egy földúton. Egy ex-kommandó csávó egyébként, és igen. Nem volt. Általában vidám. Hát ebben vidám, most finoman felhívta a figyelmünket arra, hogy 15 km per órával lehet menni. Az a kanyar, amit szigorú jobb kettessel bevettünk, az nem biztos, hogy az előírásnak megfelelő volt, de látta, hogy a két műsorvezető ül bal egyen, jobb egyen, úgyhogy visszafogta saját magát, meg a 140 kilós kis testsúlyát. Igen, ismeritek azt az alkatot, akinek csak annyit kell mondani, hogy slow, please! És mindenki. Jó. Szóval konkrétan levillogott a földúton, egy szirénával. Igen. Na mindegy. Hozzá kell tennünk egyébként, hogy ő ugyanaz a típus, csak Pepitában, mint Balázs, mert imád ezeken a földutakon rallizni. Igen, egyébként ő is rallizik. Igen, persze. Tehát ő szokott minket levinni a táborba általában, és ő is egy ilyen, itt tudom én, egy ilyen 2 kilométeres utat kb. Ilyen 3 perc alatt tesz meg, de úgy, hogy jobbra-balra, érted, egy olyan szűk úton, ahol az autó alig fér el, és imádja, és marhára tetszik neki, hogy mindig ott röhögünk, vinnyogunk, jelzünk, urázunk, akármi, de nagyon tetszik nekünk, de most ebben az esetben az előjött belőle a biztonsági főnök. Hál' Istennek nem teljes szélességgel. Igen, van egy nagy különbség kettőtök között, hogy neki szabad. Az a durva, hogy azon gondolkoztunk utána, hogy mi van, nem állok meg, hanem azt mondom, hogy nézd, sietnek, akkor beletaposok. és az afrikai vagy dél-afrikai biztonsági főnök üldözi a műsorvezetőt, végig föl a földúton, a hülye meg megy elől, és azt gondolja, hogy hú, nagyon siet, hát nem hagyom, hogy utolérjen, ez egy harc, gondolván, hogy nem engem akar lemeszelni, és valahol a betonútnál álltam volna félre, amikor már gyanús, hogy még mindig jön. Nem akartad feltartani. nem akartam feltartani. Na jól van. Egy újabb érdekes hír, amivel foglalkozunk egy kicsit, így az utolsó egy órában, ami hát tényleg elképesztő, és hogy milyen nagy csodák történnek a világban, érdemes róla beszélni néhány mondatot. Mert hogy egy olyan hírt találtunk, ami valójában megdöbbentő, több mint 80 nőnél végzett plasztikai műtétet és kisebb szépészeti beavatkozást egy 30 éves állorvos, gyerekek. Egy 30 éves állorvos. És hát az eset tényleg megdöbbentő. A férfi az interneten vette fel a kapcsolatot a páciensekkel, akiket hamisított dokumentummal és bizonyítványokkal tévesztett meg, írja egyébként a Bild. Az önjelölt sebész a hannoveri lakásában végezte a kezeléseket, a betegtől vagy a betegektől minden esetben csak készpénzt fogadott el, és néhány esetben, ezért bukott le egyébként, komplikációk léptek fel, megdöbbentő, hogy csak néhány esetben, és így derült fény a doki ténykedésére. Az állorvost aztán a rendőrség őrizetbe vette. Hát ezt a cikket elolvasod, és 35 darab kérdés fogalmazódik meg benned az elejétől a végéig, hogy ez hogy a francba tud megtörténni. Még így a 21. században egyébként. Azért súlyos nagyon a sztori, mert ugye pár héttel ezelőtt beszéltünk egy kedves hallgatókkal, aki többször szerzett már magának munkát úgy, hogy amikor megkérdezték, hogy szükség van-e erre, arra, amarra, ő gyakorlatilag minden alkalommal feltette a kezét. Kiért hozzá? Én. Feltette, és így lett belőle például a szakács. De azért plasztikai sebésznek lenni, tehát hogy valamiféle előképzettség csak kell hozzá. És nem is hát olyan, hogy írsz egy aspirint, hogy jaj, megfázott kedves beteg, akkor vegyen be ebből négyet, azért ott sebészi munka van, tehát berakod a műcicit, fölvarod
zavarod a ráncokat, hát azért ez nagyon komoly. Igen. És gondoljatok bele, tehát nem arról van szó, hogy tényleg ez valahol, mit tudom én, Afrikában, vagy Dél-Amerikában történt, tehát ez konkrétan Hannover, tehát ugye Németországban ez a dolog, tehát ez megtörténhetett, hogy elmentek német állampolgárok azért, hogy fölvarassák egyébként a mellüket, vagy a ráncukat. Vagy a harmadik mellüket. És igen, és az orvos, aki egyébként nem orvos, az ugye, hát ezt el tudta velük hitetni. Egyébként te honnan tudod, hogy ha elmész egy plasztikai sebészhez, hogy ez valóban az? Tessék, nem ajánlják, találod valahol, kérsz tőle bizonyítványt? Egyébként nem. Látsz a falon fölrakva három darab, mit tudom én, bármilyen igazolást. Nem? A diplomát, igen, egy hamis diplomát nyilván kitett, de azért az csak gyanús lehetett, hogy fölmész valahova a harmadik emeletre és becsöngetsz egy lakásba, nem? Uh-huh. Nagyon sok helyen vannak lakásban. Magyar plasztikai sebészek is egyébként lakásokat alakítanak át rendelővé. Ahol a műteni kell, akkor bemennek valahova műteni, de ahol például diagnosztizálnak, ahol például megnézik mondjuk egy nőnek a mellét, vagy megvizsgálják, azokat egyébként lakásokban, bérelt lakásokban csinálják, második kerület, rózsadomb, tehát hogy szép lakásokban, és aztán műteni máshova mennek. De a lakás még nem gyanús. Ő magába. De és még talán az sem, hogy a konyhaszekrényben a evőeszközök között keresi a szikét. Ha már műteni kell, az egy picit keményebb. Hova de miből te? Veszed észre? Te például ajánlanak neked egy dokit. Kikért utoljára papír dokitor? Nem? Kértél, ha elvitted a gyerekedet mondjuk? Hogy mutassa a diplomáját, doktor úr. Nem. Fehér köpeny, stroboszkópja, nem, stetoszkópja, és akkor már... De tényleg, hogy oda megy valaki hozzád fehér köpenybe, onnantól kezdve már meg vagy véve. Pedig az bármi lehet, érted, élelmiszer analitikus is. Na de várj, képzeljünk el egy ilyen helyzetet. Tehát én holnaptól mondjuk állorvos vagyok, vagy te állorvos vagy, és bejön mondjuk egy nő, hogy szeretné mondjuk a ráncait az arcán egy kicsit felvaratni. Tessék, én vagyok a nő. Mit mondasz neki? Tehát, hogy mennyire felkészült kell, hogy legyél? Én vagyok a én nő. Én lebeszélek róla. De a bréje az. Én lebeszélek. Nézze, hölgyem, a természetes öregedés egy olyan folyamat, amit valaki nem kell, vagy el lehet fogadni, vagy el lehet utasítani. De nem azt javaslom magának, fogadj el. De nem, te nem egy jótékony szamaritánus vagy, aki most le akar beszélni. Tehát te megkérem, hogy vizsgáld meg a ráncaimat. Tessék, laikus vagy, nem vagy orvos. Feri, te is lehetsz az orvos. Mit mondasz? Halántékodnál meghúzom a bőrt egy picit. Igen? Tehát, hogy magát a diagnózist, azt szerintem fel tudom ilyen kamu mozdulatokkal, meg kamu hozzászólásokkal, meg nagyon sokat mondó. Na, de én most az a nő vagyok, aki bement a ti hannoveri lakásotokba. Ott vagytok ti ketten, dokik, megvizsgáltok az én arcomat. Hogy győztök meg arról, hogy ti értetek hozzá? Mondjatok nekem három olyan szakszót, amivel egyébként én nyugodtan a kezetek alá fekszem. Tessék, bármi, ami most eszedbe jut. Hogy a Pali egyébként mennyire ravasz kellett, hogy legyen, csak ezt akarom érzékeltetni. Tessék. Így kezdjük a mondatot, hogy kedves Brünnhilda. Nagyon barátságos. Ez a te neved. Kedves Brünnhilda, a stetoszkópikus láncok itt a homlok közepén annyira megereszkedtek az elmúlt évek alatt. A stetoszkópikus láncok. Hogy a ráncok, a szövettani vizsgálat mellőzésével is meg tudom önben erősíteni azt, nézze csak, és akkor mögét kerülnék, és két oldalt így a homlokodat meghúznám, hogy egy megfelelő sebészeti eljárással, ami a feltöltését jelenti a ráncoknak, ezt tökéletesen el tudjuk tüntetni. Jó, 5000 euró. Töltene, doktor úr? Mivel töltene? Nem, itt jönnék én be. Igen, itt jönnék én be a fátulról, és kézzel. Doktor úr, mi? Ja, a hölgy? Aha. Hát a zsírszövetek meglehetősen lappangó állapotban leledzenek ebben a pillanatban. Én azt gondolom, hogy egy jó szulfézis. De egy szulfézis segít. Na, de rohanok, mert van még egy esetem kint a városban. Köszönöm, János doktor, köszönöm szépen. Így is van, a szulfézist mondtam volna én magam is. Jó, tessék, állok én ott, és azt kérdezem, doktor úr, mivel töltene? Mit csinálna? Mi az eljárás? Igen? A szulfézisnál ez egy nem olyan régen kidolgozott módszer, ezt javasoljuk az újabb betegeinknek, mert higgye el, hogy a botoxos feltöltés már a múlté, a szulfézis az igazi megoldás az ön problémájára. Te jössz? Ja, abbi visszajövök, ja. Jaj, itt a... Doktor, itt hagytam alól az autós táskámat, abban van a bérletem. Én akkor rádobnám a Jánosnak. Nagyon gyorsan hozzá kellene kezdeni a beavatkozáshoz, mert meglehetősen kataklizmikus a helyzet, jó, úgy látom. Hoppá, már csak 5 percem, hogy elérjem a következő villamos. Hogy altat? Hogy vezeti le a műtétet? Honnan ismeri, hogy mi a dózis? Hát ez az eset egyébként megdöbbentő, gondoljatok bele, tehát most ezen itt humorizálunk. De hogy ez 80 nőnél megcsinálta a plasztikai műtétet, érted? Egy kloroform. Orvos. Vagy ahogy Sobert Norvi mondanák, kloroform. De,
Tehát, és most nem is akarok abba belemenni, hogy mi van egy komolyabb mellműtétnél, mi van egy implantátum behelyezésénél, hogy azt izom alá, izom fölé, hogy azt hova teszed. Tehát ez egy rémdráma, hogy itt mik történhettek. Na de ott utasítani kell egy tímet. Tehát soha nem egyedül ment műt a doki, ott van az anesteziológus, altatnak, dokumentálják, videóforog, ugye képi anyagot készítenek a műtétről, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog, hogy nyitja nem, föl. Nem hogy csinálni semmit. És Rákóczi doktor úr sem csinál semmit, csak el kellene altatni, és utána pedig, mit tudom, például tintaceruzával, vagy valami kis bőrfestékkel belilásítani itt a szeme körül, mintha tényleg történt volna ott valami. És azt mondjanánk neki, hogy azért nem látja még most a feszességet, mert hogy közvetlenül a műtét után vagyunk, amíg látszódni fog az eredmény, azért az néhány nap. De természetesen a lilás folt, illetve az lilás kis kontúr a szeme körül, ez fel fog szívódni, el fog tűnni. És egyébként, na jó, de hát vannak... azért a műtétnél látod, hogy le van kötözve a melled, mondjuk, de egy idő után, amikor leveszik a kötést, látod, hogy ez nem lett nagyon. Bocs, én szemrád specialista vagyok, ez nem értek, ez a doktor úrnak szakterülete, kérdezze Rákóczi. Egyébként, hogyha van egy jó tímed, akkor neked tényleg nem kell semmit csinálni. Tehát ha van egy altató orvosod, akkor az megcsinálja a részét. Most annyi azért megvan, nem? Hogy jó, akkor altassuk el a beteget, de tessék, akkor vágja jó, föl. De a műtétet meg kell csinálnod. Hát azért, aki befekszik hozzád egy mellnagyobbításra, ott neked az implantátumot be kell tenned. Tudnod kell, hogy milyen implantátum, ott kell, hogy a kezedbe legyen az igazi implantátum, mert a nő választja ki, hogy melyiket akarja. Utána azt be kell vele beszélni, hogy ez csepp alakú, ilyen alakú, olyan alakú. Gyerekek, egyébként én tolom a legjobban. Igen, hát basszus. Egyébként igen, ehhez is tényleg tesz valami. Én már megmondom összét, ahogy hallgatlak el, és gondolkodtam rajta, hogy berakatok legalább kettőt. Váltsunk egyet. Kedves János, milyen alakú implantátumot szeretne? Tudom ajánlani a francia gyártótól egy csepp alakú implantátumot. 400-as méretben tenni. Legalább itt magányos óráimban, mit tudom, én odafekszek a tükör alá. Igen. Szóval, hogy azért azt utána be kell helyezni, és meg kell csinálni, és utána fel kell ébreszteni, le kell fotózni, és meg kell nézni, meg kell mutatni, hogy milyen lett. Hogy a francba műtött ez meg 80 ember gyereket? Azért ez tényleg elképesztő. Nem? Én csak apróbbakat fogok vállalni már. Elálló fül. Ilyenek. Azt megoldom egy kétoldali ragasztóval. Vagy valami kis pillanat. Doktor úr, nagyon tetszenek az új füleim, de ez a leokoplasz, ez végig itt... Nem. Végig itt marad, doktor úr? Igen. Na, kérünk egy kis segítséget, mert az eset szerintem egyébként tényleg megdöbbentő. Doktor Krasznai Zsolt itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggelt kívánunk. Szervusztok, jó reggelt nektek is mindenki. Persze, hello. Doktor, mi? Na, mutasd csak. Igen. Figyelj, hogy ez hogy a francba történhet meg, mert az ember először felszínesen elolvassa, oké, de amikor elkezdesz belemenni a részletekbe, hát egészen megdöbbentő, hogy egy olyan ember kezei közé fekszel be, akinek nincs orvosi diplomája és kamuorvos. Hogy tud ez műteni szerinted, vagy hogy tudod? Hát ez nem könnyű eset, ugye az egészben nekem is, hogy most hallgatlak titeket, egyrészt nagyon jó viccek, de viszont az, hogy ez tényleg egy team kell. Tehát az, hogy aki asszisztált ebben a dologban, mert vegyük azt, hogy mondjuk van egy büntetett férfi, aki ezt előadta, de nek kell lenni egy nőrsznek, kell lenni egy altatóorvosnak, kell lenni egy ápolónak, aki valószínűleg valós személy lehetett, hiszen elaltatni azért internetről már nagyon nehéz, ha csak nem kupán vágod a pacienst, mert azt a YouTube-on azért nagyon sok videó fönt van. Az is elképzelhető, hogy ez a férfi annyi YouTube videót nézett meg, ami alapján ugye megtanult valamennyire operálni, akár egy mellplasztikán. De ott jön a kérdés, hogy tudod venni implantot? Hiszen a forgalmazónak azért van valami regisztráció, hogy orvosnak adja, vagy nem orvosnak adja. Az altatóorvos, hogy mert esetleg belenyúlni egy olyan esetben, ahol nem bizonyosodott meg róla, hogy hallottam erről az orvosról, vagy sem. Az ápolók ugye beszerezhetők, de ez tényleg egy elég furcsa eset, de itt ugye a szakhatóságot kell elsősorban felelősségre vonni, hogy egyáltalán, hogy nem derült fény, vagy ha ők ezt tényleg úgy csináltak ezeket a műtéteket, ahol nem derült ki, hogy egy beadott ANTS, mondjuk Magyarországon ANTS engedélynek hívják, hogy valamilyen engedélyeztetésen átesett a helyszín, az orvos, a tím, a hirdetés anyag, hiszen valahol hirdetett ez a kollega. Igen, döbbenet egyébként. Itt fordítok azt, hogy az valószínűleg nem extráron végezte, mint ami gyűjtszerdolva, hogy vannak olyan helyzetek, amit tényleg nagyon extráron végeznek műtétet. Itt mindig az jöhet vissza, amit mindig szoktam mondani, hogy ahol azért olcsóban végeznek, ahol ez az úgynevezett lakás, gang, pincében végzett műtétek, manapság is vannak Magyarországon, ahol nem csak diagnosztizálnak lakásban, hanem félszúterénben, vagy elsemeleti gangos lépcsőházon mész föl. Az a baj az ANTS engedélyekkel Magyarországon, hogy amit megszereztél,
használt, csak maximum módosítanod sem kell, hanem csak újraélesztened kell. Mert ha módosítanád a kérelmet, akkor abban a pillanatban nem kapnád meg, majd jelenlegi AMTS szabályok szerint ezek az intézmények is igazából nem működhetnének. Most Németországban az a baj, van egy olyan fajta plasztikai turizmus, nagyon sokan jártak rosszul, például Tájföldön. Szó szerint vizetett óvszereket vettek ki Németországban, implantátok gyanát. Szörnyű. Tehát azért mondom, ezeket a németek tették be a nőknek Tájföldön, föltöltötték, és... Aha, így is van. Több hölgynél találtak ilyet, és mikor után lerazíjáztak volna a helyszínt, akkor hoppá, nincsen. És azt mondták, hogy 1500 eurót fizettek egy implantációt, de visszakérdezek, 1500 euróért, ha gondolkodik egy német hölgy, legyen ez akármilyen származású állampolgár, hát azért csak végig gondolja, hogy ez valami nem stimmel. De amikor egyébként eljön hozzá mondjuk egy új altató orvos, egy anesteziológus, akkor ugye érdekes a dolog, mert közben, ha mondjuk nem ismered a saját tímedet, és valaki lebetegszik, jön egy új, nem kérsz tőle papírt, tehát elvileg beugorhat úgy valaki, hogy a lépcsőházban leütik az igazit, és azt mondja, hogy én jöttem a Józsi helyett, aki beteg. Igen, nem kérsz tőle papírt. Kérsz magadon egy altatást? Tesztalvás. Habár az anesteziológusom engem altatott, mikor célbűtétem volt, de az tény, hogy minden altatóorvos, akivel foglalkozol, és ugye adott be az engedélyeket, hát az átmegy egy olyan engedélyeztetésen, ahol megnézik a papírokat értelemszerűen a szakhatóságok. Most egy úgynevezett kamu diplomát az egyből kiszűrik. Az tény, hogyha valaki mondjuk AMTS engedély nélkül dolgozik idehaza, mert vannak ilyen esetleg intézmények, mert hallottunk ki erről, akkor ott bármi előfordulhat. És itt jön vissza a kérdés, hogy hogyan válaszol egy páciens orvos, mindig azt mondom, nagyon nehéz. Nem könnyű, a szakterületek nagyon elmosódtak, tehát azt mondom, különböző szakterületek foglalkoznak olyan esztétikai régiókkal a plasztikai sebészetből, hiszen csak egy injekció beadásáról van szó, ami értelemszerűen jobb megélhetésért meg fogja csinálni, csak gyakorlatilag kifigyeli azt, hogy a határterületeken mondjuk egy urológus szájat tölt, vagy egy fogorvos szintén szájat tölt, vagy nőgyógyász implantál, hogy van olyan szakmai háttere, vagy van-e olyan képzettsége, vagy végigjárta azokat az iskolákat, és tapasztalt, és tudja azokat a szörnyeket. Amivel meg tudja csinálni. Persze. Így is van, mert nem csak a jót kell megcsinálni. Igen. Igen, bocsánat, csak hogy közbeszólok, hogy elvileg egyébként, ha ő ezeket interneten megnézte, akkor nyilván nem jól, és nem kifogástalanul, de valami változást mondjuk egy szemránc műtéttel, vagy egy fülműtéttel ő interneten megtanulva elő tudott idézni a pácienseknél? Tehát kvázi akik fölébredtek, láthattak maguk? Valószínűleg igen. Az egyet tudni kell, Balázs, hogy azért ez a szakma azon kívül, hogy van egy általános orvosi képzettséged, megtanulható. Tehát mondjuk, ha valaki nem járja ki mondjuk az asztalos műhelyi szakmát, lehet, hogy egy asztalt attól még. Nekem van egy fülorvégész kollégám, aki olyan gyönyörűen csinál asztalokat és székeket, hogy egy asztalos nem tudna csinálni. De nem itt van a gond, hanem nem addig van gond. Ezzel szokta vigasztalni a pácienseket is. Füle nem sikerült, de hagytam asztal. Ne ugyan a homlokára vartunk egy fület, viszont nézze ezt a tonet széket. Figyelj, azt is én csináltam. Nem addig van a gond, hanem ha gond van, akkor tudod-e kezelni ezeket a problémákat, és nem csak a jobban, a jó rosszban is ott kell lenni, és valószínűleg itt bukott ki ez az orvos, úgynevezett orvos is. Az elrontott eseteknél nincs meg valószínűleg az a felkészítése sem empátiában, sem kezelésben, sem szakmailag, amivel tovább tudott volna lépni, és amivel kezelhette volna a problémát. És ez előbb-utóbb kiderül, akár a magyar, akár külföldi régióban, és akár rendes szakvizsgával rendelkező orvosoknál is, hogy hogyan kezeled a problémás esetet, mert ebben a pillanatban tovább fog lépni a páciens. És igen, mondta, de hogy közben helyszínek... azért... Szóval azon gondolkozom, hogy volt a Tom Hanks Leonardo DiCaprio film, ugye a Kapjál, ha tudsz, ahol ugye nagyon a zseniális film, és mindig kapitánynak adja ki magát, sebésznek adja ki magát, döbbenet, de hogy közben ehhez azért milyen elképesztő arctalan bátorság kell, hogy nulla képzettséggel valaki te altatásba elkezdjél felvágni. Nem? Szóval, hogy döbbenet, hogy nem mernék hozzányúlni, hát, és ő teljes... Az atya fiú szentlélekre. Teljes meggyőződéssel 1000 euróért elkezdett, igen, füleket, melleket, nem tudom, ráncokat műteni. Szóval, hogy döbbenet maga történet. Arra lettem volna kíváncsi, hogy a fickó izgult-e? Mert gyakorlatilag ez egy érdekes dolog, mert a páciens mindig izgul, persze, hogy a kollega az valószínűleg azzal tudatta, hogy egyet elrontok, tizet elrontok, a szállok tovább, repülőgépvezető leszek, vagy pedig folytatom tovább, ha ti is sikerült. Ez egy érdekes dolog. Tehát ez ilyen lesznek, hogy elkezdni, dolog. Tudod, hogy azért jó, Y-vágás, oh, francba, X.
Igen, mit láttam a YouTube-on, és közben a stábod olyan furán néz rád, hogy valami nem stimmel, de a stáb se vette észre, mert hogy nem a stábja nyomta föl, nem az altatóorvos. A kérdés, ugye volt egyáltalán segítsége, hanem hát szövődmények léptek fel, és a szövődmények valahogy aztán elmentek más orvoshoz, és akkor a többi orvos buktatta le. Ezt igen, a dokit. Magyar Feri, mit akartál kérdezni? Hogy az kiderült Jánosról és rólam, hogy nekünk ez nem menne, azért egy mondatot mondj már nekünk, amivel így be tudnánk magunkat dumálni az orvostársadalomba, vagy a pacienseket meggyőznénk. Tehát mi az az első olyan varázsmondat, amit egy plasztikai sebésznek ki kell mondania, hogy a paciens higgyen benne? Beszéljünk róla. Nem, de hogy ez... nem, inkább például jó pofó, ugye nagyon sok szakkifejezés van, de például ebből az egyik az ugye a mamma. Tehát ugye mellett azt elméletek latinul, ugye úgy mondják, hogy mamma. Na most ez valakinek ezt mondod, akkor egyből azt hiszi, hogy ez bolond a mamáját hívogatja. De hogy mondtátok a töltőanyagot? Mert ez nagyon tetszett. Fúha! Jani, te jössz? Jani, szulfát. Igen, valami nagyon nem. Mert hogy panganak a zsírszövetek, de gondolom a legnagyobb Jolly Joker a tisztakterületeken is az, hogy de számla nélkül olcsóbb. De hiszem, mert... Na jó, nem, van, Zsolt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, drága vagy én egyébként. Köszönöm. És nektek köszi. Meg jó utat, vagy jó pihenés, vagy jó munkát. Szervusztok. Az utolsó leginkább jellemző. Köszönjük szépen, doktorai Krasznai Zsolttal beszélgetünk. Zsolt, hello, jó munkát nektek. Ciao, köszönjük. Gyerekek, megdöbbentő a történet. Nagyon nem? Kemény, de hogy tényleg az, hogy az első meccést, amikor megcsinálta a csávó, akkor mi járt az eszében? Igen. Hogy mit gondol, nem? Odaállsz, és utána... akkor vágod, majd jó lesz. Igen, és kézzel az első pillantása a páciensnek van a tükörbe ébredés után, és az orvos is azért, hogy ugye, hogy meglepődött, nem, csak nem tudom becsukni a szemem. kicsit túlszoros lett, igen. Na jól van, kemény. Na, olyan érdekes dolgok történnek a világban egyébként. Az ember elolvassa, és azt mondja, jó, persze áldok ki műtött, aztán belemész, és ízekre szedett a történetet, akkor rájössz, hogy 800 helyen bukhatott volna le, hogy a francban műtött meg több száz nőt egyébként. Hogy? Tényleg döbben. Nagyon durva. 9:50 múlt pontosan 7 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 3:40 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, és folytatjuk, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Korán reggel ugye hát Feri elmesélte, hogy mi várta a Ferihegyi repülőtéren, ugye, amikor is az ominózus kairói járat leszállt szombaton. Ezért még számolunk. Igen, hihetetlen jó arcok voltak a NAV-nál, mert hogy hallgatták az adást, és felkészültek Feri fogadására, úgyhogy a kora reggeli pillanatok jönnek, amikor Feri ezt elmesélte, hogy mi történt, ugye, szombaton a reptéren. És aztán egy érdekes cikkkel foglalkoztunk, ami egyben nyilván egy kicsit talán szomorú is. Babakocsiba rejtve próbált csokit és húst lopni egy nő Marcaliban. Egyrészt arról beszélgettünk, hogy érdekes lenne egyszer azt megnézni, hogy azok, akik lopnak, azok azért lopnak-e Magyarországon, mert valójában rászorulnak, vagy azért, mert egyébként egészen jól élnek belőle, és tovább értékesítik a dolgot. És félreértés ne essék, mi sosem azért foglalkozunk ilyen témával, vagy ehhez hasonló témával, mert egész egyszerűen bárkit is arra biztatnánk, hogy ezt tegye. Nyilván a lopás bűncselekmény, és elhatárolódunk ettől. Sőt, mi több, hát nyilván ugye nem is biztatunk maximálisan senkit elítéljük. Erre. Maximálisan elítéljük a dolgot, de maga az érdekes ugyanakkor, hogy azok, akik kereskedelemben dolgoznak, milyen lopási technikákkal találkoztak már, és hogy a vevő mennyire leleményes, hova próbál elrejteni, mit próbál elrejteni, egészen elképesztő történeteket hallottunk, ugye, hogy mennyire leleményesek van, azok, akik lopnak. Van a dolognak egyébként egy másik olvasata, és még pedig az, hogy az ilyen témák felvetésével, illetve boncolgatásával még azoknak a munkáját is tudjuk segíteni, akik ellenük küzdenek. Így van. Úgyhogy ezzel foglalkoztunk, és hát ahogy számítottunk rá, egyébként nagyon érdekes SMS-eket kaptunk, hogy próbálják a tolvajok átvágni a biztonsági őröket és a pénztárosokat, úgyhogy szemezgettünk az SMS-ekből is, és ezeket most újra megmutatjuk.
A NAV legjobb pillanatai, akár így is mondhatnám, tényleg. Tényleg. Na, hívjuk a NAV hallgatóját akkor. Gyorsan. Hát igen, Feri hosszasan mesélte reggel ezt a történetet. Fönt lesz a morningshow.hu-n, ha szeretnétek visszahallgatni. Kipakoltatták rendesen egyébként. Tehát sikerült a csel. De már bírok ülni. Így van. De sikerült átjutni a hála néhány csomag impolás Biltonnak. Igen. Morning show. Az bizony. Jó reggelt! Sziasztok! Hello, Peti! Írtál nekünk SMS-t? Honnan írtál, vagy hol hallgatsz minket? Győrből. De jó, egy kicsit halkítsd le, kérlek, a rádiót. Írtál nekünk egy szójátékot, szerettük, annyit írtál, és ezért jár az ajándékcsomag. Aki WC-papírt lop, akkor az most kreptomániás? Jó! Hey. Jó! Szellemes volt, szerettük. Petikém, te vagy a nap hallgatója. Oké, köszi szépen. Na, lelkesed. Olyan kis rezignáltan fogadod. Uh-huh. Voltál sokszor, vagy dolgozol, és nem tudsz örülni? Nem, dolgozom, terkocsiba vagyok. Dolgozol éppen, aha, jó van. Egy szép kis ajándékcsomagot küldünk neked, jó? Oké, köszi. Köszi, hello, hogy minket hallgatsz, ciao. Csövi. Hello. Csavikám, jó reggelt, hello. Szevasztok, jó reggelt. Hát hello, jó itt hol látni ezt az embert. Nekem is. Na, téged. Szólt? Hát itt van az asztalon, most mutatom nektek is, meg mondom a hallgatóknak az a néhány finom falat, amit a Feri hozott, és mondta, hogy kóstolja meg, de hát nem tudom, nekem most itt 5 órán keresztül azért kell fognom a hívásokat, hogy a mosdóig nem biztos, hogy elér a mikrofon zsinór, tehát így meg lehet ezt kóstolni. Ugye, bizarra, hogy kinéz, semmi bajod nem lesz, körés, csípős, szárított marhahús, vagy szárított kuduhús, vagy bármi, Impala. Isteni, tényleg. Uh-huh. Megkóstolom. Impala is lehet bármi, tényleg jó. És remélem, olyat vitt Feri, ilyen nagyon csípős kör is ilyen pálcban van beáztatva, mert a csípős a legjobb egyébként. Rákattansz egy idő után. Nagyon finom. Nagyon ilyen fincsi. Nasinak eszik. Tényleg jó egyébként. Hát gondolom, Jani kevesebbet fogyasztott ebből. Hát igen. Uh-huh. De most néztem az elégedett arcokat. Nem most kérdezünk, hogy éppen rágom. Ja. Torkodom ez a falat. Mi? Egyébként itthon minden rendben van. Köszönöm kérdésed. Voltam sportolni is, úgyis ez lenne nagyon a következő. Figyelj, szerintem ennek a hétnek a végéig még mondhatjátok, hogy milyen frankó idő van nálatok, aztán soha többet nem mondjátok, jó? Mert ide ilyen hóesést prognozizáltak, vagy hogy kell ezt mondani. Tehát hétvégére már állítólag jön. Ez egy nagyon jó szó. És ideillő idegen szót találtál sem egyébként. Hát az, hogy jó idő van, azt nem tudjuk mondani. Látom, Budapest éppen 9 fok, hát az se biztató, de hogy egyébként ide is azért nekünk 30-35 fokot ígértek, na most este ilyen 8-10 fokok vannak. Tehát egyelőre az egész világ akkor kicsit így időjárás szempontjából meg van őrülve. Mondjad, mit akartál? Nem csak ezt, hogy tényleg ezt mondják, nem tudom, hogy ezt el lehet-e hinni előre, hogy hétvégére már lehet havazás is. Atya Isten. Hát figyelj, október Isten. Vége belefér gyakorlatilag. Mondjuk nem fogunk neki örülni nyilván, de elméletileg igen. Csavikám, remek zenei lesznek? Hogy állunk ma? Képzeld el, vagy képzeljétek el, Calvin Harris, aki szerintem az egyik ilyen legmenőbb DJ, meg producer, és nagyon egyedi stílusa van, viszonylag egyszerű dallamokkal dolgozik, de azok nagyon-nagyon megjegyezhető dallamok. Most összeállt a John Newman-nel, aki viszont szerintem az újak közül az egyik legjobb hangú énekes, és nem csak a hangja jó, hanem a technikája is, és ők ketten most összeálltak, és hoznak egy új dalt, ez a Blame. Ez nagyon odaver, figyeljétek majd. Oda ver, azt mondtad? Igen, ütvág hasít, még ezt tudja hozzátenni. Nagyon igen. Jó lesz, és ez csak nektek. Ütvág. Nem, most ezen a havazáson gondolkoztam közben, hogy azért ez így... Az meg mi? hogy a másik véglet, hogy tényleg eltűnnek az évszakok, hát 2 hete vagy 1 hete mindenki pólóba járkált, 26 fok volt, nem? Szokott jönni egy ősz aztán, ugye, egy ilyen kis... levélhullató, színes lesz a levelek természet. Hullanak, azzal nincsen baj. Na de, hogy a 25 fokból átmenjünk a havazásba, azért ez az két erős sokkal véglet. Jobb, így van. Jó, hát azért mondom, én nem tudom, hogy ezt elhihetjük-e, vagy hogy ez tényleg be fog-e következni, vagy lehet, hogy csak a hegyekben, az is lehet, hogy csak valahol északra tőlünk, de mondják, hogy lesz havazás. De úgy tervezitek, hogy a hétvégén fölmentek a hegyekbe? Persze, már a szánkot lehoztam a padlásról. Igen, hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, igen. Jól van, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00. Ez a telefonszáma, szeretnétek dalt kérni, Csabikám, jó volt téged látni élőben. Holnap jövünk, ugyanebben a felállásban, mi ketten itt, Feri pedig otthon már, úgyhogy 6 órakor érkezünk. Szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Ciao, ciao! Ez volt már a Morning Show, egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül.